És a bondnézőt, szia még egyszer, bondnézés, hello! Szevasztok, szevasztok, csá, mindenkinek hello! Szia butás, butás és nem butás nézők! Ma van az öreg szüri napja, amúgy tényleg ma van. Amúgy tényleg decemberben született az öreg. De már nem emlékszem. Decemberben született az öreg, negyedik neki, ugye? Hello, hello, szevasztok, csá! Szia! Márk, kösz a 6 eurót! Ne, szépen kösz! Szlovákiában lehet rendelni, felkiáltod külföld, felkiáltél külföld, és ott minden le van írva. Mi a fasz? Honorákban van egy gyújtó. Szevasz, Krisztófia! Mi a helyzet? Keresem a gyújtómat, nem tudok rágyújtani, a rák megeszi az egészet. Figyelj csak, az összes gyújtót a Joker itt főszíta magát, majd szét vannak dobámban a csikszek. Azt elhajítottak gecibe arra az egészet. A rák megeszi az összest. Vegetak össze 400-at? Oké, vagy öltözve, öreg, mi van veled? Hát most ilyen ünneplésben vagyok, tudod? Vegetak össze 400-at. Én is felvettem az ünneplősemet. Pirosban vagyok, meg minden. Szevasztok, hello. Vegetak össze 400-at. Szia, szia. A lájkot azt csak megnyomnám. Szia. Nézzétek, Norina. Most Norina nagyon... Nézzétek, vesz a kommentet. Jaj, de csinos vagy, Heki. Na, szevasztok, szevasztok. Szia, öreg. Nagyon szép kabátod. Ne próbáljál elcsábítani. Légy szíves. Nem, csak láttam, viszketett hogy... a derek, amit... Jaj. Azt hittem a lyukat, dicsér az anyós, tudod. Be van csipő. Péter, kösz az 5000-et. Igen, mert elaludtam. De hogy nézel ki, basszam ki a gyomrod, mint egy gyászoló karácsonypa. Hát mi a fasz? Szerintem. Csinos, nem akartam. Az óra meg meg van karikázva, de... mint a malacoknak. Ildik, tényleg, hát figyelj, jó az, hogy te meg olyan büdös vagy, mint a malacok, mégsem jegyeztem meg. Ez gyári állapot, ezzel nem tudok javítani. Ez így van, erről nem tehet, ez rasszizmusnak számít már majdnem. Na azt mit díszelek szinte? Én most kiöltöztem. Te mit díszelek szinte, fiam? Hát... Paszkör, hát igazából... Most, hogy kérdezed egyébként, igen. Öreg paszkör a picsádnak. Ha? Hát egy ideje már igen. Az kell neki, tuti dik. Na mi a helyzet? És ezzel van valami baj? Azt milyen busz állít, hát? Még sose láttam ilyen buszot. Ez mi például? Hát én gondoltam, hogy... Nyírbadára megy. Ez express. Hát ez hát megáll... Iszab... Nem kell lyukasztani jegyet. Iszap-Szentgilisztásra is megyem, mert akkor arra megyek. Lugos előtt kanyarodik hát... el jobbra. Így van. Sokok össze 400-at. Persze, hogy a legkomolyabb helyszer. Á, Istenem. Ne is meséljünk, ne is beszéljünk róla, inkább csak felkavarod. De azért kicsit most nem akarok szemtelen lenni, de azért fölöltözhettetek volna normálisan ezen a jeles napon. Tudjátok milyen nap van egyáltalán? Na milyen nap van ma? Hát, tudjátok? Az, hogy születésnapod öreg, hát... Nem, az nem most van. Az első áldozó évfordulón van. Micsoda? Te voltál első áldozó? Így van, és az első áldozó neve pedig Johanna. Akkor el kell menni a kóba, azt meg kell venni az összes ostyákat. Meg. Megeszünk ma mindent. Meg az egy tépőzáros tiplit a Tesco-ba, 70 forintért, tudod. Na zsatar, dabas. Hova megyünk? Megyünk a boltba? De te miért vagy hát itt kiöltözve? Igen. Hát igazából ez meglepetés lenne, de hogyha nagyon kíváncsi vagy, akkor valami partiról beszélgettek ma, és én azt gondoltam, hogy ott meg kéne jelennünk. A táskában pénz van, vagy mi a rák van? Szerintem kitömte csak zoknika. Ki van tömbbe, láttam. Szerintem tudod mi van? Mert az a baj, elmondom nektek, hogy posik állandóan, mint a pelikán az a kurva. Komolyan? Szóval a beleposik a táskába. De hogy ne hazudjál, a szárnyasok szín... benne vannak, dik jó, a szárnyasok. Jó, de ezek után lássa teszem egyébként, mert valamelyikötök biztos bele fog fosni. Most én már biztos. Azért ez így gyanús, ügyek hogy ez így feljött. Úgy, az a TikTokos csávon, hogy aki így megy, kell pénz. Reggel már szartam. Elvigyelek moziba. Én is kakírtam egyet. Hát ennek szívből örülök. Indulhatunk egyébként? Menjünk, hogy... Jó, viszont el kéne mennünk a Roxyért. Ó, Istenem. Nem örülök neki, de muszáj elmenni. Jó, van. Melyik őtök vezet, mert én szeretnék hátraülni. Én vezetek akkor. Ebből baj lesz. Na de mondjátok. Inkább utazzunk hátul, azt foglalkozz a rapival. Én vezetek, jó? Hát, én, az, vagy erre, mindegy...
Nem véletlen mondtam, hogy üljünk hátul, mint a nagyokerek. Ugye vezessél, légy szíves, jó? Vezessél, te égj beszelül. Te bikin kurva. Jó, figyelj, nem... Erről van szó, tudtam, hogy erre megy vezettek. Csak okosan Lajos, én előre... Áron, nagyon szépen kösz a subgiftet, nagyon-nagyon szépen kösz az 5 darab subgiftet, Áron! Van, végig. Ez a telapot, születésnapot, öreg. Te mit vagy, mi van, meg vagy pázba, fiam? Vagy mi van? Addig köszörülj a torkát. Szállj már befele a rász, Heimlich fogást alkalmaz már rajta, mert boldoglik. Várjál, erigyem a faszomba. Köszönöm. Jó Isten, gyere le. Nagyon szépen köszönöm. Látod, elektronyos? Elektronyos. Indulhatunk? Baranyi jó, azaz. Igen, indulhatunk. Szóval, hogy küldjek pénzt. És merre kéne mennünk most, Barbara? Hát előre be van programozva a GPS. Barbara, nem látod, hogy merre kell menni, Lali, verjem a dudaorrodba. Tankolni tankoltál bele, remélem. Az meg úgy világít itt benne lett, hogy mindjárt lebarnulok. Ez bérelt, igaz? De ez minek nyári gumi van, ilyen tükörgumi? Kibiszáld meg, izé? Ez igazából az enyém, mert én gazdag vagyok. Ja, mit vagy te gazdag, te? Igen. Csak állod a vered magad. Pénz meg semmi. Sírsz a vizét. Belépőket te állod a buliba most? A tiédet biztos, hogy nem azok után, hogy egy bajban bele tudod? Az alkoholpirit kettéket törni, passz meg, lemegy egybe. Nagyon megy ez a kocsi. Érted? Játszod magadat. Megjátszod magadat. Egy vezető vagy. Igaz. Jó. Hát itt ki vagy öltözve, a sebedbe meg ott a rántott hús. Az öreg megbassza vagy a lőcs. De mindig éhet. Hát nem tudom. Erigyem a passzom, hogy gazdag vagy. A kilométer Sanyi mellett szépen 8000-en pörög valami, az micsoda? Vagyunk Jári. Végig, megvettük végig céges a műszert, valat nem került egészkedni. Céges kocsi, kettesbe megy 100-zal, Lali, ne törődj bele, nyomjad. Ja, jó, akkor... Finoman tervisz a kettőből, szűrőbe erez végig. Nagyon nagy király vagy, köszönöm. Tegyem kell kettőbe, jó van. Igen, és szűrőbe erez végig. Hát bazzik, tényleg... Jó, jó. De most miért a legfogyatékosabb vezette, Piu? Hát olyan hülye, ez óvodában megbukott játékból. Nagyon hangos az zúg a motor, nem baj? Böngesz csak, böngesz. Zsolt, köszönjük a subgiftet, amit a magyar Péter kapott. Megérdemli de ezt a magyar nem Peti? Nem megy ez egy kicsit jobban? Bazzik, nagyon hát, nagy. De mindjárt hátrébb lemegy. Pörgess már, Lali, pörgess. Ja, váltás, jó. Pörgess, csörgess, zörgess. Hellóztok, szevasz, piam. Na? Hello mindenkinek. Megy ez, persze. Hát nézd meg, kivág elénk, előzök. Jó, hát meg hol voltál? Index? Előzök. Jaj. Lali, az index! Jó, hát... Legalább tedd ki a kezedet, mint a biciklit. Ennyit. Tedd ki a kezedet, mint a biciklit, hát. Csak okosba. Képzeljétek el, amúgy Roxy azt mondta, hogy van nála valami indexet lány. Indexet használ minden. Roxy nem? Igazából csak, ha valami lányról beszélt, meg akarom nézni, azért jövünk csak el, mert egyébként a Roxy annyira nem... Nem tudom, Roxy annyira nem érdekel. Jó. Tamara, kösz szépen az 5 hónapot, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó napot, elnézést. Iricsi, kösz a 8 hónapot. Álljál meg, Lali. Állj meg 15 000 hülye gyerek. Köszönöm. Most jobbra nem vagy balra? Valamiért, ha? Csak Lali, lőjük a motor. Lali, tedd egyesbe! Oszta! Ide jövünk? Igen, remélek, igen. Akkor ide felparkolok. A Towerbe jövünk, a Towerbe. Te fizetted majd? Jó napot, megérkeztünk. Szép jó, de asztó. Az igen. Kiskezű csók, hogy ezt sem osztó. Kikezek, ha? Kikezek? Szépet. Kikezek. Ki ez a kis jány, ha? Szevasztok, szevasztok, fiaim. Szia. Jó, hát az jó öregnek a... Szevasz, Lilike, mi van, Lilike? Ő kicsoda? Ő az a lány, akiről mesélték? Hol van az a lány, aki tudta? Lánya, képzeld el. Kis lánya. Tök az öregnek lánya van, hát. Mit tudtok ti, mi van neked? Hát én mindent tudok róla, Dika nincsen lánya. De egyébként lehet, hogy a hasamban már van. Szia, kicsi. Vettik ezt a 200-at. István, köszönöm, hogy subgiftet, amit a Rebeka kapott. Köszi szépen. Lili, bazd meg, süketek van. Nem hallod, hogy jé? A rák megeszte, miért tudod, hogy mit beszél egy... a kisjány, te ne érjük. Ázsiai. 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 Gyere, üljél be fele, Lilike, mert megfagysz, fiam. Látszik, meg van húzva a szemem. Üljél be fele, mert... De most jé vagy, Lili? Hölgyek. Jó, figyelj csak. Gyere, üljél be, Lilike, tessék, parancsoljon, kisasszony. Köszönöm szépen. Mondom, Lilik, szálljál ki fele, mert hajadnál fog be... Látod, mi az? Mert a kisjánynak nyitottam ki, te merém. Köszönöm, apa. Azt a kurva. Még apa. Na. Na, figyelj csak, Lilike. Most merre kellene mennünk? Ja, egyenesen előre. Minden kerek, fiam. Jó. Hited van. Anyádnak mondd meg olyat, bebaszott neki, hogy leszakad a peje. Nyomd meg a kettes gombot. Megvan. Kettős kereszt eddig. Légy szíves, hagyj beszéljek már a kisjánnyal, ne?
izéljetek már egy bazd meg. Hát most nem láttam már egy ideje. Szóval mi jó, van anyáddal lőnike? De ő kicsoda? Ha? Nem, kidem. Ki van tágulva már? Eljmen, dojdőgyúba. Lementek össze az ezres Dani a szubolt. Mondd meg neki, hogy rosszul néz. A szart is kiverem belőle. Kicsit csúszik. Jó? De most Josué, nézd meg, fáj a szeme. De mi akarod ezért bántani? Azért, mert nem viselkedik veled rendesen, akkor szájában narancsot rakok, szaddig ütöm a fejét, amíg pantát nem húgyozik. Jó? Milyen a bekötnénk a gyereknek az övét? Te tudod, mit kössébe? Nyakad köré egy hatalmas kötelet. Jó? Egy kicsit a szádat. Figyelj már, Jé, énekelsz nekünk valami karácsonyi dalt? Na, tudsz valamit, Lilike? Óvodában mi van? Zsabó? Tupci, tupci, tabala. Mindenre tek várva bár. Kedvencem az a láb. Nagyon szép. Pirocs, dildó, magyaró. Ismerem én is. Az igen, és volt nálad a télapó, Lilike? Igen. Figyelj, csak nálam is volt. Nálam is volt a télapó, itt van nálam a kis csomagot, bizony. Bizony, bizony. Azt a mindeni. Képzeld el. Mondta, hogy azért most nem ad virgácsot. Mert olyan rossz voltál néha, hogy szíve leszakadt neki. A szar kiugrott belőle az idegtől, olyan rossz voltál néha. De összességében tekintve az átlagodat felülvizsgálva szempontokat készítsétek már, mert átkelünk. Szempontokat figyelembe véve, nincs határán közel és távol, azért jó. Ez az öt határ, te hülye. Patrik, ja. Kösz szépen! Nagyon szépen kösz az öt subgiftet! Akkor nem jön a kampus bácsi, és Adrián. Nem jön a turbo. Zerinek ment meg. Jó, lassíts egy kicsit azért. Lassíts! Briginek. Kordélnak. Olyan fura az öreget így hallani, beszélni ember, hogy én nem most nem a faszára gondolt, tuti mi? Hát, hogy ilyen nagy ízékről beszél, csomagról, meg ilyenek. Meg virgács, hát azért mondom, olyan fura. Nem, de hogy is rendes virgács csomag. Ja, de arra, hogy gyerek, nem azért mondom, csak nem, olyan fura. Semmi gond. Dániel, hát, nagyon szépen közteked is az öt sofőrből. Tomi kapta. Nem buktam meg, megfogásul. Kocsordál, vedd be, szűk be. Zoli kapta. Több a subgiftes már minden. De ez nem baj. Hova megyünk? Nektek, srácok, kék frankosba megyünk? Nem, szalkára? Figyelj meg, a bazdmeg. Hát alaposnak adnak jogsit. Hát hamarosan már uniós útlevél kell. Hova a rojtos, ronyba tekert, bánatos, körbe, lónak, faszába megyünk. Mindjánbe. Há? Hova megyünk? Tudja valaki? Egyenesen előre. Merjen bele. Előzzek a kanyarba. Index ki és előz, nyomod. Hát jó, de jönnek szemből. A GPS, amerre visz. Jaj! Jézusom, bazd meg! Van egy kis stop tábla, hülye gyerek, 15 ezerért megint. Ha van mennyi? Egy kis gond, srácok, lányok. Mi a baj? Hát a benzin kifogyott. Most szalkai pénységbe megyünk. Hát most már itt nem csak a benzin kéne színi. Hallottátok, rosszul látsz. Szalkai pénységből robbott egy izé. Nyomom, amíg megyen a... Ütögess már meg a műszerfalat! Megmondom őszintén, hogy hölgytársaságban vagyunk. Hát... Így már nem csak a benzint kéne leszíni. Kezdek azért most jó, már. Gyerekkel vagyok. Az mindegy, az jó, mindegy. Jönnek. Már mi köszi szépen a szugiftet. A hénomnak. Köszi szépen. Nagyon közel a 4000! Én nem kívánság műsor. Micsoda? Segítségedre. Jaj, de nagy szádban te. Jaj, te is vállalnád. Hogy ne vállalta? Vállalta is már. Nyelte, mint kacsa a nokedlit, pia. Az régen volt. Tarkóját gyött ki. Há, a rohadt peneketlen gyomrú kurba. Azért hát az okni ne benne maradt a gyomrodba. Te onokodban. Jaj! Jézusom. A rák meg ezt a hülye paraszt. Jó vagy szállj ki! Hú, bazzak utána kellett volna menni, te szarráverem. Ez egy cserbehagyásos volt. Egy téli gumi nem állt. Hát nem megy. Hát jó, hát de... Úristen. Csúszik. Sokan ülünk benne, ki kéne szállni az asszonyoknak. Amúgy ez gyalog feljönni. Tiszta zsír. Szájuk széle is. Rájuk, meg a picsájuk is. Nem rossz, de ünnepek vannak, minden le kell dolgozni. Ugye tudjátok, hogy minden... halljuk. És akkor mi van? Szégyentelenek. A szeretet ünnep előtt így kell beszélni. Jó van, de szeretet ünnep előtt még... karácsony. Úgy vártuk rég. Tényleg megbecsülhetnétek úgy minket. Úgy vártuk rég. Hogy még arra is gondolok még. Hogy meghagyott a ceruza, mint a jég. Fehér karácsony.
Szomorodjál, ne. De figyeljetek már, itt egy gyerek, beszéljetek már normálisan. Na, figyelj csak, nehogy mert... Na. Állj le, mert szálljon meg. Meg is érkeztünk. A gyerek, ne hazudjunk meg, én azt mondom, ez az igazi valóság. Dik, milyen dicsok ilyen nagy karácsonypák. Dik, ez mi Scrooge-nek a háza, tudti, ha? Szálljatok ki fele, piaim. Ugorjatok ki fele, mi a szörnyen? 3800 dollár lesz, plusz a Lutert, benzin. Köszépen az 1000-est. Fejenként. Vagy igen, a fev. Stratégik kösz az 5 subgiftet, amit a Keri, a Zoltán, a pap és a Máté kapott. Köszi szépen. Ó, ilyenek milyen a táskája. Halljátok-e? Kerei. Igen. Jövet. Hát látom, vannak emberekben, meg minden. Kis igen, nagyon csinosak vagyunk. Fürödtél? De idegenek. Nem fürödtem, de minden. Most úgyis pehel. Jó, hideg van, úgysem üdösödöl. Miért jó, hogy fehéj kajácson van, mert Anna azt mondta, hogy ha nem jössz, akkor megissza a vöröset. Mi? Vöröset? Anyád alkoholista? Szép jó napot mindenkinek. Tényleg szépen kivannak feltöltött. Annyira cuci, úgy örökbefogasz. Figyelj csak, a kabátomat vele akasz le. Vagy te nem ilyen inos vagy most itt? De pedig rajta sokkal jobb kabát van, mint rajta. Minek az enyém? Hát az enyémet fogja. Szóval beszélj, szeretem az ilyen dolgos nőket. Te azt a papra szállodott, te úúúú. Na, gyertek ne, szépen. Ne, hogy az ember pofán baszlak. Gyertek, mit, jó melegben. Hattos dobodik. Bandik össze az ezrest. Csak előre. Nem figyelmezne inkább. Elmentek itt és balra a kandallóra. Előre megyünk, nem hátra. Merre? Itt szépen balra. Mikor lesz fog GTA-ban? Balra. Mi a röcskös pasztörténk? Na, csocsóasztalok minden, biliárti. Szevasszok, szevasszok. Ez csocsódi? Gyere, Hector, VIP helyed van. Hello. Jó estét, jó estét, szevasszok. Köszönjük. Jó estét, jó estét. Persze, igen. Jó estét. Mi a faszom történik itt? Hello. Ülj le, öreg. Gyere ide mellém, légy szíma, hogy menj arrébb! Azért gyűltünk itt össze, mert iszok. Csás meg, hogy elengedlek, hogy ne. Cserélj le! Szia, Lilike! Azok itt a izé, az egész banda. Mizu van! Jöttünk abba, vagy ide. Figyelj már, maszki. Igen. Szevasz, öreg! Mindegy. Szevasszok, mi a helyzet? Szevasz, Joker. Oda a földön lejöttél. Most megijedtem, megijedtem most. Jó beleg van. Miért? Abba ülsz, ülsz ide hozzám. Valami közbelépés lesz, hogy iszok, meg vagy ilyenek, szokjak le. Vagy a írtok egy megható levelet, meg ilyenek, és kitöröm ott. Ide ülhetsz az ölebben. Nem tudok lemondani az addikciómról. És én beleülhetek az ölebben? Narancsból adj egyet, Lajos, a narancsból adj egyet. Adok, adok el. Ingyen van, nem? Ez a narancs? Ma rátesszük a konvektorra. Nem mondjál már ilyeneket, hogy narancsból. Ne ez le a kanapeit, keresem a krumplit egy, hogy hol van. Beleharapogjuk. Bácsi? Miért nem tudok leülni? Igen? Elírni. Ja? A kajapos bácsit kérdezem. Szia! Baszik, a kezeidet hova tetted? Mondjuk nem mit a hiányozzának. Nagyon... Szevasz, üzét, ranyó, mi újság van? Anyád ruháját megint elloptad a szekrényből. Nem, ez az esküvői ruhám. És ki a faszon beszél téged? A gyász? Hát, a halál? Hát. Majd ezt megbeszéljük még. Ennek hát te nem beszélsz vele semmit, jó? De nagyon boldog szülnapot kívánok neked. És nagyon szépen köszönöm. Szubgifteket is. Akkor megvárjuk itt a tranyókát, Zsolt, kösz az ezrest. Ne haragudj, öreg, hogy elrohantam. Amúgy szólni akartam, csak nem volt már időm. Mire? Hát semmire, hogy ez az igazság. Ja? Akkor jól van. Jó, figyeltek ide. Most, hogy itt mindenki itt van, először is szeretném nektek elmondani, hogy állj, öreg, akkor ja, nem? Állj, na, nem mondj már ilyet. Álljál ide ki azt, akkor mondjad, amit szeretnél, gyere, hát. Halljuk szó, halljuk jó, szó. Jó. Itt a rakodalmakon, halljuk, halljuk. Dallas is itt van? Dallas. Az itt ül, hát. Szia, Dallas. Ott ül melletted. Szevasz. Na, azt akartam mondani, hogy nagyon köszönöm nektek, hogy együtt töltöttük ezt a remek időt itt az elmúlt időszakban, kivéve Dallas. Mert ő egy köcsög. Ezt hasonlóan érzek én. Ennyi. Is, köszönöm szépen, hogy ezt megbeszéltük. Ennyit akart, kussoljál már. Együtt vagy? Egyébként ma is csinos vagy, kukabúvár barátom. Köszönöm. Ha kérsz paszt, tudok adni. Ebben az egyben tudok segíteni. Ha kérsz paszt, akkor tudok adni neked. Paszt? Igen. Ja.
Azt mondja, hol kell igényelni, a haverok kérdezi. Figyelj csak. Na itt vagyok, áthúztam a kezdés már. Megjöttem csak. Elnézést kérek. Ki kellett nyírnom ezt a kurva Mikulást. Vigyétek a főnök mellé. Szavaztok! Lilike azt előtte mondta. Azért gyűjtünk ma itt össze, mert kurva hideg van odakint, és vannak itt olyan emberek, akiket kibaszottul meg se hívtam erre a partira, mert ez egy zárt körű családi parti lenne, csak mondom. Igen, remélem, hogy nagyobbra gondolsz, nem ránk. Köszönöm! Zokni, azt hittem, már németül fogsz beköszönni, nyomjam a fülembe. Tényleg úgy kéne amúgy. Miért beszél német? Mert ő német félig. Ja, igen? Volt neki egy purcsa nagyapja, aki mindig kiabált az emelményen. Nem, a bajszos volt, és sokan nézték. Nagyon kis bajszom volt. Megette a kezét. Mi a helyzet, Zokni, minden jó? És kb. Ekkora volt, nem? Na jó, van, az azért jó, hogy meg tudod, hogy majd elmúlik. Ne feszengél újra a rákba oda a fejlőket mellé. Kussan, merre bajsz a szal. Jajajaj, figyeljetek nagyon akkor! Nagyon szépen köszönöm, hogy srácok. Tudod, meg így mindenkinek, azért hoztam létre ezt a partit, megírtam nektek üzenetbe, hogy készítjetek kis aprósággal. Egy pillanatra. Csak hogy készítjetek egy kis aprósággal, és akkor megnyitjuk az első... Ez Oktis Németország. Első ember ajándékozását. Nem tudom, Stevie, gyere kifelé, és akkor... Nyomja, nem tudom, te ki vagy, meg téged ki a ficsa hívott, de ha már itt vagy, remélem hoztál ajcsit. Hát ez a üres kézzel szégyen lenne jönni. Igen, igen, én hoztam, őszintén. Gyere, Lilika, fölvesznek. Rákot lövdöső hülye gyerek. Ja, üssé, mert... Szóljál szépen. Figyelj, csak karácsony ide-oda. Szeretet. Karácsony ide-oda, de az állas az durra. Csak mondom. Roxy, engedje. Sziasztok, hello mindenkinek! Lassabban nem tudnám menni, Stevie! Hát az meg itt törek. Jó, na haragudj. Na, én leginkább Lajosnak hoztam most egy ajcsit. Beengedtem, légy. Tényleg? Ó, üvöljétek már le, behúzódjál csak. Hát de fáj a lábam, nem tudok elni. Egy passz, vagy ilyesmi tudsz. Ide át is adom. Pusztustalanok vagytok. Át is adnám. Ez az utolsó RP stream, srácok, karácsony előtt, és most mindenki itt van Junin kívül. Mit kapsz? Mit kapsz? Mondjatok már valami! Mondj ki az ajándékot! De mondd el, hogy mi az, Lali, hát az meg, nem látok odáig. Ezt a vezetési tudásod miatt... Kellemes ünnepeket, Öri, neked is, és nektek is egyébként. Így van, hogy kevesebb legyen az autó, mint összetős. Egy kocsiból egy kuplungot? Így van, egy kuplungot kapod. Hát, köszönöm szépen. Aztán az rengeteget ér, Rani, egy kuplung mai világban. De hát ez lögyök, hát ez nem működik. Katalizátorra jobban jártál volna, pont azért. Pont azért. Köszönöm szépen. Ezt bele tudom majd tenni a... Meg elzsinkjük, igen, automba. Így van, így van. De majd használd, mert most nem nagyon sikerül. Nem, nem hiszem. Hazafelé lehet az alól vágtak. Az a hóember, az ki a passzol? Hát mondjuk ezt nem tudom megígérni, hogy nem. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ennyi, és akkor a többi hol van a többi ajándék? Megírtam üzenetbe! Igen, most az előbb azt mondtad, hogy nem hívtál senkit, most akkor miért hazudsz? Hát ő nem tud, mert hogyha itt van, akkor tudnia kell, nem? Én Hardinak hoztam a kövi ajándékot, kövi ajcsit. Az kicsoda? Az ki az, a jobb kézre gondolsz? Jobb kézre hoztam. Nekem? Ó, Stevie, de aranyos vagy. Azt mondja, mi hogy lettem tag? Szégyelsz magam? Stevie, valaki ismeri egyébként? Nem. Micsoda? Nem ismerem, te nem ismered? Én nem tudom. Amikor bejött a kapu, még postás ruha volt rajta, csak kölcsön kérte valamiért itt. Nem csúnya volt Dallas. A saját emberedről így beszélni. Csókar, Rodi, a gyerekem, mert légy szíves. Rá, egyet, ne legyen messzelem. De miért, öreg, olyan jól el vagyunk? Gyere csak, Lili, kell egy szíves, hogy beszéljek veled. De miért? Már beszélnem kell vele most. Gyere csak, Lili, fiam. Ez is egy személyre szabad vagy neked. Táskára vigyázzak a táskára! Már tudod, hogy én is nagy pilóta vagyok, ugye? Vigyázzak rá, szívesen! Figyelni foglak most itt. Kis kártyán. Mindenki köszönöm megfelelő viselkedéssel legyen. De kacsincs, hogyha valami gond van, mert befele szúrok, képe lesz szakított, tudod? Jó. Na, meg kell, hogy megpofozzalak. Viszont... Akkor az utolsó ajtót... Jó helyzet, Vilike, minden jó? Igen, csak álmos vagy a tepa. Álmos vagy? Addig, iszol valamit? Kérsz egy kávét, vagy ilyesmi? Sok vízzel készültem. Én nem jártam még kávét. Hát figyelj, csak anyának nem mondod el, akkor ennyi. Ennyi a játék.
Karácsonyra pénzünk van! Új, de gáz! Az a legjobb. Nem kaptok bele semmit, csak mondom. Bármire belehetszik. Majd a bevándorlásiaknak kifizetem. És felejtsd, hogy dobjatok bele, hogy menj a szerzőt, akasszad le. Akasszad le. Köszönöm. Az egyed, akkor mi rossz dabasok. Jó, de figyelj, hát már Maugli, ez nem azt jelenti, hogy el akar venni feleségül, jó? Hallod, öreg, valaki... De neki a bájrat már azért szíves, hát nem hallom, hogy mennyi pénzt kapott a fekete Edi. Pénzt? Azt kapott. Erigyélik-e, szaladgálja a piam. Az igen. Öreg, azt mondja, hogy a pénzt ajándékozni, ezt mondja itt a Barbara barátnőt, hogy ez milyen üzés, mucsig, meg milyen csúnya dolog már. Adjad meg. Köszönöm. Megjött a villanyszámla, amúgy azt mondani akartam. Neked is. Visszajössz, Lilika, ide, keresztapátba! Igen. Figyelj csak, Joker, gyere meg egy picit, légy szíves. Jövök. Nézem itt a tömeget, és tudod, mire jöttem rá, hogy nincs itt a zsíros Amanda. De szerelmes vagyok bele. Hát, te tudom. Nem tudod, hol van a zsíros Amanda, ne basztám őt. Nem, én nyökültem. Nézzek, egyedül jött az is, ott be van feszülve, mint pókor. Na, menjünk már, míg én nem jövök nekem valaki, az ott valamit, vagy senki. Ki a következő? Jövök akkor én. Artemis, kösz szépen! Ennyit türelmetlenkedni. Roland, nagyon szépen kösz az ezres! Artemis a 400-as! Nem ülsz le, öreg? Vagy ott akarsz állni? Én állok, bazzik. Én a buszon. Isten mentse, hogy álljon az öreg. Állok, én fiam. Még bevadul. Az biztos. Szia, te ki vagy? Én Lajos vagyok. Szia, Lajos. Mi? Végén Lajos, hát hány Lajos vagyok? A faszomat merjen bele, hát egy Lajos. Igen. Mindenki Lajos. Reméljük, te nem olyan Lajos vagy. Mert mi a Lajos? Skywalker Lajos. Olajos. Én? Hogy vagy Lajos? Kellemes ünnepeket nektek is, srácok. Ez az RP stream most erről szól. Szopjátok ki jobb kézt. Elnézést. Szóval megfenyegetted őket? Mit egy felborult, hogy máskos? Be vagytok fenyegetveni. Nektek hoztak el. Az mit jelent? Nekünk. Olyan, mint a moziba. Megy valaki, elindul, mindenkinek föl kell állni. Hát igen, mi lenne, ha körbe mennél például? Ide vissza, légy szíves. Adjuk kéz, majd felezünk. Felesen lögdösen. Persze, főnöm. Lajosom. Megy már arrébb dagat. Rágjam azt a cseppfaszodat. Várjál, átugrok itt az asztalon. Hát hogy ne. Szöpkerek. Alatt csimpázzasan az ölembe üsz, nem akarsz egy kicsit. Mondom fent lesz. Ez viszont lehet, hogy nem lesz fent, mert... A Frida, hogy nem? A szerzőjog az... Ne vannak, de lehet, miért van az, hogy második ajándékot kapja? Kicsoda. Hát kóta van, itt nem fenyeget. Szerintem ő hívta meg őket. Kisfiam, mi hívta? Ez le van zsírozva. Le van fizetve. Hát mint, hogy 5000 csak. 5000 dollár. Mikor valatott a sorokba, hogy ő? Azt a mindent, Lajos. Ez hogy a lejjele? Fiam már. Köszönöm, Lajos. Hát ez a legszebb karácsonyi ajándék, amit a főnök után kaphattam. Szóval, hogy ez a csávú. Na látod, kivettem. Hát a jobb kéz. Ja, mindjárt leszokja azt a Mikulást. Kaptál, ja kézzel. Megadalom a izét is, narancsos tálat. Igen, Lajos? Kellemes ünnepeket, öreg. Neked is. Tele leszek. Joker másik. Valóban tele vagyunk. Jaj, de jó, én kapok ajándékot! Igen, remélem valami vaskos boríték. Jó nagy pofa. Hát ez nem vaskos boríték, most sajnálom. Igen, mi lesz az? Hullat, az öreget pályán. Ezt az ajándékot küldöm mindenkinek. Igen, megkapom még ma, vagy így még szóra húrek el. Itt a repedem. Hú! Egy új telefon! De jó! Assza kurva, egy új telefon kaptál, telefon. Egy új telefont kaptam. Köszi szépen, számod. Jó, én is szeretnék ajándékot adni mindjárt jutokra. Köszönjük. Légy szív. Mi van? Az meg fontos, hogy legalább 24 óra keresztül dolgoztam ezen az ajándékon. Én kérem! Faszom, hogy nem besültök semmit, bazd meg. Úgy is szeretjük a kapuszét. Szégyeljétek nekem kell, én kérem! Jön már vissza. Jó kapuszét. Mit ki légy szíves? Feliz Navidad!
az utolsó ajándékot Barbarának hoztam. Van még nálam elfogyasztott. Tényleg! Menj innen, csúnyaság! De később megeszed a szart. Na, tipli! Úristen, mit kapok? Feliz Navidad! Van egy tippem. Giulio, kösz szépen az ezerest! Nagyon-nagyon szépen kösz, köszönöm szépen! Lajos! Jaj, ne húzd már az időt, annyira türelmetlen! Az én ajándékom hol van, te kis buzi? Jaj. Na, ott baszok rád, mindjárt hanyat teszel. Mindenki sorra kerül, öreg, ha kapsz ajándékot, érted? De én itt súttel... Bocsánat, a Lajos egy privát futtóhoz beszélget egy dolgot. Ne hallok, ne haragudj, ne haragudj. Jó, nem ha én már kijöttem, utcájba baszta, akkor az ajándékot. Lesz neked öreg nyugy. Tudod, hogy mi van? Tartozásokban vagy amúgy. Én vagyok a következő. Ne, ne, ne. Szeretnék ajánlani. Feliz Navidad! Halljuk, csak nem érdekel senki. Jó, csak pont nem figyel, akinek hoztam. És mi volt, ha pont neked akarja adni, ha? Nekem hoztad, én figyelek. Nekem már egy nagy ajándék a Barbara maga. Az én ajándékom, az idei karácsonyi ajándékom egyike Lalinak szól. Lali, kérlek, gyere ide. János, kösz szépen a Facebook giftet. Gyere. Köszönöm. Jó, amit a... kérlek, fogadd el. Hantos Erik kapott. A Csabika. A Memo. A Krisztián. A Zsolti. Rendben. Az étény álmos Keller, a feje mint az Eller. Ez az első csomag. Kinyitom. Na mi az? Szerintem még fasz van benne. Na mi az? Rázunk kaptok valaki tisztelt, köszönjétek meg, légy szíleg alatt. Hát igazából, hogy tudjátok, Lalival mi megbeszéltük, hogy mivel nagyon sokat használja a kis rózsácskáját, ezért kap egy végbélkamerát, hogy ő maga is meg tudja nézni, azt hogy minden rendes. Rendben van-e egy-egy dolog után. Nem kell mindig beszaladni, valamint kapott sok-sok törlőkendőt, mert ugye az ilyen helyzetek után kell. Köszönöm szépen, Barbie. Nagyon szívesen. Öreg, ezt hagyod, hogy ölelgessék a nőre? Köszönöm. Ezt a tapasztalatból mondod, hogy ezek a szükséges lépés? Vigyél a rákba. Nem, korvess vagyok, tudod? Vigyél a rákba, én azt mondom. De a Lalit hagyod, hogy ölelgessék szerelmedet. A mi kapcsolatunk Lalival egészen más. Kérlek, Lali, nem rossz volt, hanem megdöglöttél. Mi barát, akkor is baráta beteszidik. Ez igaz? Jó, és mielőtt egyébként átadnám a következő ajándékomat, én szeretném amúgy megköszönni mindenkinek, hogy velem voltak, és annyira szerettek, és tudom, hogy én vagyok a legkedvencebb. Szeretünk, Barbie! Szeretünk! De főképp Hectornak szeretném megköszönni, hogy ebben az évben is nagyon szeretek. És egyébként elmondom nektek, igen, azt is köszönöm, bár az nem ment olyan simán. Mindegy, ez most mellékes. Igen. Nem kut félre. Élete szerelme vagyok. Voltak veled. És szeretném megköszönni. Mondottam én is dobok be subgiftet, de telefonról nem lehet bazdmeg. Jövőre összeházasodunk. Gratulálom. Téged is. Mi a faszom? Hárame lesz? Vagy most mi? Állj be a sorba. De hogy nem rossz Barbie, de szerintem te tartozol nekünk hálába, hogy elviselünk. Ez igaz egyébként. Oh, pont nem. Ezt akartam mondani. Én egy nagyon szerethető személyiség vagyok. Sosem hiszkizel. Fogd már be a pofádat. Mindegy, majd kiosztok játékváltásnál szóval én mindenkinek köszönöm. És jó, de nem lehetne átugrani ezt a részt és csak koncentrálni az ajándékra, mert én kibaszottul. Azt se érdekli, hogy itt szeretsz meg ki. Ja, nyálom, de nem is sokan vagyunk még itt. Megondoltam magam, nem te kapod a következőt. De én csak vicceltem amúgy, nem árkod, csak vicceltem. Ez olyan jó vicc volt. Jó vicc volt, nem? Na mindegy elúgulom. Jó, a következő ajándék az szerintem a gazdája meg fog lepődni. Frida, kérlek, gyere ide. Azt a kurva, ez a Frida? Bízom a Frici! A Frigider! Chita! Buvani Angava! Jó, ez egy nagyon-nagyon értékes ajándék, Balan. És kérlek szépen, ami van benne, azt hangosan olvasd majd fel, jó? Jó, rendben van, egy pillanat, gyorsan megnézem. Hey! Van a ha nem megy, akkor add vissza és segítek. Aki nem nyomott like-ot, az lagja. Csúnyából is tudunk szépet alkotni, szépségszalon. Ajándék a Jézuskától. Kedves Maugli. Fejátültet is. A Jézuska meghallgatta mindenki kérését, ezért mondjad. Egy bőrmegújító kezelés keretein belül árnyalatokkal világosabb bőrt varázsolhatnak neked a szalomban. Használ ki jól, az életed megváltozhat. A kupon nagyon sötét bőr esetén nem felhasználható. Szeretette Jézus. Akkor nem értem. Az amit jó lenne, amúgy olyanok lennénk, mint a Ying és a Yang. Ying és a Yang. Fekete-fehér. Köszönöm.
Azért vedd majd igénybe, jó? Nálam is van egy banán, kéred? Köszi. Ülj bele! Szokott néha. Csak jó neki. Jaj, nem. Milyen fura. Mi van, mi van, mi van, csicska gyerek? Halló, halló, halló! Ha, passz kell a picsádba? Szép szépen a kunodat. Milyen fura, hogy nem az öregnek adtam. Sziasztok! Te három embernek készültem a mai napra ajándékra. Na figyelj, igen? Na, te nem magyarázz, bazd. Mert már most pepőbe ment a cukrom, hogy megszólaltam. Hála a jó Istennek, remélem mentőt nem hívunk áldőt. Igen. Ül ott melletted egy nagyon kedves hölgy számodra, csak úgy... Én számomra? Csak a zsírjával szoktad állandóan, mókokkal. Várj, mert hagyd nézek körbe, hogy tényleg ül, de nem látok egyet sok, aki kedves számomra. A kocának szoktad szólítani. Az nem ül, bazd meg! Az döglik a kanapén, geci, az döglik! Nem így is döglök, hanem ülök. A csúcs fejű. Jó, de kiengedtem, akkor ülj. Az döglik, hát rendesen hullaszad van. Zsíros polgármester asszony, kérem, hogy fáradjon ide mellém. Doktor Zsíros. Hagyjam át az ajándék. Hú, bazd meg. Gratulálok, anyag, gratulálok. Szerintem 3 kiló karaj lesz. Ide le is tenném ezt a kis ajándékot. Az öreg nem kap ajándékot. Remélem, hogy érezni fogja polgármester asszony az iróniát benne. Ez egyből az öregnek az élet az ajándék. Használja sok szeretettel. Köszönöm szépen, nagyon aranyos. Ez, ez szívből jött, reméljük szívbe megy. Majd el tudom vágni az erét. De köszönöm, boldog karácsony. Nagyon boldog karácsony. A következő úri ember, akinek egy ajándékot hoztam, az nem más, mint az én drága barátom, mondjuk így. Úristen. Jobb kéz, gyere ide. Köszönöm szépen. Ja, hasz meg. Jobb kéz, beálltad gyere ide, légy szíves. Jó. Szerintem jobb kéz nem a barátod. Jobb kézzel alul? Nem, mert csak nem a barátod. Az engem nem érdekel, azt mondtam, hogy gyere ide, jobb kéz. Úgyis te vagy a főnök. Ajándék zsírra szívást kapott, hogy anyát hallod. De nem is baj, hogy tőled kapja. Lajos. Egy boxert szeretnék neki adni, mert eddig háromszor kérdezik meg. Ajándék zsírra szívást is. De mind a három olyan volt, mint egy simogatás, hát ha ezzel majd egy kicsit fejlődik. És az utolsó ajándékomat pedig öreg neked szánom. Nekem? Jó, hogyha fölemelnéd azt a szottyát, picsádat, és ide jönnél. Figyelj, csak a minél értékes és kicsi legyen, hogy a zsebembe elférjed. És legalább egyébként kettő. Azzal telibe találtál, mert elég régóta itt lakok már az államban, és ilyen fegyverrel összesen eddig egyszer találkoztam. Neked amúgy akkor is, ami van, az teljesen használhatatlan. Úgyhogy legalább legyen nálad egy olyan, aminek van is értéke és működik így, de legalább olyan öreg szar, mint te. Parancsolj, fogad sok szeretet. Köszönöm szépen, úristen. Remélem, hogy egyszer majd jimmizál vele egyet. Hadd nézzem. Boldog karácsony. Nem vicces, ez nem volt vicces. Hadd nézzem, mutasd ki. Csak így. Oda nézzem. Ne rám, ne rám. Most kezeket pült a hallasz, geci. Na. Jó, vagy csak viccelek, hülye gyerek, viccelek, mert magad alá szartál. De nem úgy, mint az anyád, mert az meg van töltve, az garantálva. Hogy volt. Tényleg jó volt? Aha, szerva. A gyerek korrepetálok, fiam. Sziasztok. Felindik ezt az ezres. Kérdezte valaki. Én. Boldog karácsony mindenkit. Neked is szarvas ember. Dallas, köszönöm az ajándékodat. Kinek a rokonja? Én először is. Mikulás, a másik Lajos. Lali, légy szíves, gyere ide. Szopjátok ki, Lali. Én vagyok a... Jövök. És a ragyóban mi lesz? Itt ez a doboz. Ebben egy nagyon komoly telefonban. Köszönöm szépen. Hogyha anyukát hív. Srácok, felkiált, hogy a ember megjelent az új 6-os szám. Nézzétek meg. Mi az számot? Kifikadó baj. Hagyj, ezt nem itt jó. 0620, lekapod, azt megfogsz. Köszönöm szépen. Az igaz. Használd egészséggel. Nagyon komoly. Lehet nyomogatni. Boldog karácsony. Mind anyád olyan. Köszönöm neked is. A következő személy, Szelindik össze az ezres, nagyon szépen. Nagyon fontos személy az életemben. Frida, te vagy az, légy szíves, gyere ide. Te beledurrant a szégletembe. Az igen. Ez mindenki bassza. Lali, figyelj meg. Krisztó Lali. Az első ajándék az, hogy már nagyon régen, nagyon régen szerelmes vagyok beléd. Találtam a zsebembe egy kártyát. Úristen. Milyen kártyát? Tudod, mi volt felírva? Jézus. Belül vidám, kívül cigány.
És te raktad bele? Ez nem az a személy? Ja, Jack, nem nagyon tudtalak kielégíteni, ne ezért hoztam neked egy baseball ütőt, amivel elveszel egy ideig, azt gondolom. Kettőt hozzá, hogy ne lötyögjön. Ez az extra nagy? Kopásgátlót is venni kellett volna rá. Még ezt arszagú legalább? Majd próbáld ki. És ez az én ajándék a boldog karácsony. Fingjuk együtt. Köszönöm szépen. Van, akiről azt sem tudom kicsoda egyébként. Ettől függetlenül szereplő. Meg vagy statiszta, vagy bármi. Várjál, mert nem a... Komolyan remegek! Remegek! Mindegy, köszönöm szépen. Szívesen. András, kösz a 2000-et. Köszönöm neked is. Kibaszott vele, kis köcsi. Az utolsó ember, Leo, te vagy az, légy szíves, gyere ide. Leo. Jó, az a Heisenberg. Heisenberg. Neked a személyigazolványomat fogom odaadni, hogy olyan komoly ember legyél, mint én. És ha már itt tartunk, akkor légy szíves dolgozni, és mennyi le helyettem. Bálint, kösz a subgiftet. Amit a Tamás nagy kapott. Ez egy buzi. Mondjuk lehet, hogy a Leo egy igazi nőt szeret, nem egy majmot. Boldog karácsony, és hogyha rendőrök kérik, akkor ő akaszd a homlokodra. Köszönöm szépen. Te meg mielőtt megszólalna, menj a bohózokhoz. Boldog karácsony, sziasztok, hello! Szia! Szia. Boldog karácsony! Köszönöm! Valaki tudja, ki volt ez? Terén szarvas. Karácsonyi szívek vannak. Kellemes karácsony ünnepeket kívánok. Jó napot, Doki! Jó napot, Doktor úr! Jó napot, Doktor úr! Bocsánat, egy pillanatra megállhatunk, mert ezzel én nem láttam a kollégát. Ne hallgass el már! Na, jön rá, hogy köszönöm, Gyula. Figyelj, már van egy 12 órás műszak, amit nem adtál vissza. Az úgy történt, hogy... Jó, majd a vacsinál megbeszéljük. Reggelre várunk, csókolom. Szóval, mondom kívül szőke belül sötét. Első körbe szeretném Joker mester. Joker mester. Jövök, jövök, ú! Álljál, itt vagyok, szia! Szia, adok neked egy gyönyörűséges ajándékot. Már várom, alig. Figyelj csak. Itt van, tessék. Igen? Parancsolj, átadtam neked. Wow. Hát tudom, hogy vágysz arra, hogy megtanuljál ilyen dolgokat. Légzongorázni, vagy mi? Egy kis... Nem, egy laptopot kis kaptam. Pénzzel, meg cukorka, színes cukorkát. Mi az a laptop? Biztos azért, hogy jobban fogjon az agyam. Így van. Annyiszor sok minden. Ideges. Annyiszor mi az a laptop, te tudod? Hogy... Laptop? Hogy ezzel kicsit... Hát valamit köszönöm. Bele kell tenni, viszont mert tudok. Még nem menjétek el, mert Lilikének is szeretnék valamit. Akkor lerakom a Lilikét. Rendbe. Balázs, kösz a 3 órakodat. Húzbán fel. Lilike. Lalikám, vagy én a szabályzom. Figyelj csak, itt előveszem ezt a kis dobozt. Én nem is tudtam ajándékot adni, Lilikének adtam volna. Odaadjam neki a pisztolyt. Úgy igen, hogy szentelenek vagytok gyereknek, semmivel nem készül. Balázs, kösz a 3 órakodat, Szabolcs a 8-at. Edmackó! Kisánynak egy kis vonatot is vehetettek volna. Köszönöm szépen! Ami körbe-körbe megy. Boldog karácsony, Lilike! Boldog karácsony, bácsi! Karácsony! Helelele! Illetve... Karácsony! Egy igazi... Felkiáltó jelebben... ...raklónak készültem, az pedig jobb kéz lenne. Az jó, mely lehet az a zsebbi? Hát... Tessék, azt a mindeni. Hát úgy, azért szeretett, hogyha fáj egy kicsit, és akkor... Hát azt nagyon szeretem, nem kicsit. Ezt önmagadom használni, én azt ezt ezértek mit kaptam? Egy tízer. Hát próbáljam. Az hogy működik. Húrva megijedítem. Áron, köszönj, így szállítottam. Rönt meg ezt! Mi rajtam? Még egyszer. Hát nekivel.
Még egyszer? Na, jó. Látom, sikerült neked, és kellem sikerült. Olyan, mint a bólogatós kutya. Hallod, jobb kéz, ne csináld, mert a pacemaker-re nem bírja. Anyád a szikasztán. Egy ölelésben kapjak már tőled. Mégis bekaptál a faszom. Hagytad ma magad, te asatom. Befejezzétek már belét, szeretet vissza. Szeretet ünnepén most. Tényleg, nagyon, én most annyira meg vagyok hatódva, hogy hihetetlen. Ennyire nagyon? Mindig erre vágytam, hogy azt hittem, hogy Jézuskának beszéltél vele? Ki hiányzik, szedjük össze. Erzsi, Tibor, a férfi. És még egyszer mindenkinek kedves. A harmadikra is. Jó, harmadikra is működik. Nézd, hogy itt kaptam. Jó, jó, majd jövök én most. Nézzük már. Na, először. Guten Tag, Herr Zokti. Először. Sziasztok. Először is a hölgyeket bedulom. Ellenállnak szeretnék adni ajándékot. Kicsodának? Az kicsoda? Ki a faszom az az ellenállnak? Rózi. Zsírtömlő? Rózi. Laliman. Csabogjál oda dzsabba, mert pofán baszok valakit. Ki az ötmányuk ki? Dik olyan makri leszak van. Fiat, tudom, milyen hölgyeket van, úgyhogy ezt átadom. Lesz szükséged lesz. Nem tud viselkedni, de szarik. Köszönöm szépen, erre tényleg szükségem van. Menjen már a WC-re. Aki szaragszot kapott. Mindjárt jön. Meg ezt is megadom, de adod a gyereknek, hogyha gondolod. Köszönöm szépen, majd a WC-re. Gábor, köszön 6 euró. Tudok játszani a Gameboy-jel, amúgy ezt kapom. Nagyon szépen köszön. Hogy adom? Kösz szépen mindenkinek, srácok, a szubbiszteket. Hát azt nem kaptam sajnos. Vribnyátort kapott. Majd én is bedobok. Nem, Gameboy-t mondom. Nem tudom, mennyibe kerül? Vribnyátort. Mennyibe kerül a szub csomagjába? 50-et lehet? Gameboy! Egy 50-es bedobok, ha válasz, gémet vált. Ilyen csak Krisztó, ugye nem ide. De én köszönöm, hogy itt voltatok ebben valami... az évben, bár még lesz stream, srácok, szilveszterig bőven, karácsonyig is, GTA RP-ben ez az utolsó, tehát amik csak azt nézik, annak azért most el tudjuk mondani, hogy nagyon boldog karácsonyt, és köszönjük szépen, hogy itt volt mindenki az elmúlt évben. Ez már nagyon sokat év, vagy negyedik GTA RP év, vagy ötödik, nem is tudom, bazd meg. Percekre van, vagy időre van kiadva. Parancsolják. Persze a szereplőknek is nagyon szépen köszönöm szépen, nagyon rendesek vagy. Használd egészséget. Minusz nincs is itt, bazd meg. Jó, ott van. Semmi, köszönöm szépen. Boldog karácsony nektek! Neked is. Nagyon köszönöm. Nem köszönöm az ajándékot. Figyelj csak, a Kriszó kapott ajándékot, most egy pillanatra lesz, hogy oké. Igen. Akkor jó. Szoli béletet kapott, Irigykem. Hát most egy kicsit igen, ráfér. Elcserélhetjük, ha úgy van, majd nyugi. Na, főleg most neked adok valamit. Igen. Ezt is tudom nagyon jól, hogy szerettél volna leérettségizni, ami nem ment neked, ezért szereztem neked egyet. Köszönöm, úristen, de aranyos vagy, köszönöm, egy érettségi. A jobb kész, hozz már a Kamma, spritz my popo. Herr Zokti. Ez a kis szórólapot. Stel. Jó, gyerek. Persze. És németül paráználkodó. Mi a helyzet? Mindjárt intézem el. Én is hoztam neked egy ajándékot. És megmondom őszintén, hogy te voltál az egyik, akinek szerettem volna adni. Csak most, ahogy jöttünk idefele, ránéztem és láttam, hogy lejár. Hogyha nem eszem meg, de meg kellett tennem, úgyhogy sajnálom. Igen. De gondoltam rá, csak megromlott volna, mire ide érünk. Nekem még van egy ajándékom hozzá, jó kézt. Igen? Nehogy messzere jöjjön be, bazen, mert akkor villába szúrom ki mindkét szememet. Érted? Jobb kéz? Na, az érettségi megvan. Adottad az érettségit is neki? Persze, adottam meg. És akkor öreg, nézsak. Nyelvvizsga. Beirattak egy ilyen szervezetbe, be kellene menned, ezt meg tudod nézni. Gyönkend. Álljál már meg öre. Megáll, állok, bazdmeg, itt fasz a lakodalomba. Na, ezt meg tudod nézni, nézd meg. Köszönöm, szépen. Köszönöm. De olvasd fel hangosan, hogy hol. Jó. Azt mondja, hogy... segítség az önálló élethez, a túl nagy pénisszel rendelkező emberek számára. Ez fogyatékosan írva, nem? Nem, ez nagy faszra van. Szerintem magadnak elraktad a fogyatékot, semmi teljesen jó. Köszönöm szépen! Átírtad magadnak. Jó van, boldog karácsony. Neked is, Zoktikám. Fehér karácsony. De figyelj csak, ez elé a teszádban elég szarú hangzik. Ez valami, tudod, ilyen kicsit... Kaptam Szuli véletet, öreg. Na hát, hello, sziasztok! Szia, mutatkozzál be, szia! Hát a nevem a különös Szilveszter, a táncoló hóember. Aha. Igazából nincs ki, az utcáról betévedtem a bánat, se tudja, hogy ki a gyászok vagytok, csak gondoltam, hozok egy kis karácsonyi szellemet. Akkor te akarod innen ki a basszam. Ja, szúrd le a gecibe, Krisztó, menjél. Jó, nyugalom. Ajándékkal készültem.
Nincs meleged ott, te kandallóra. Ott ül egy gyönyörű sárga kabátban ülő ember. Na hát a mellette ülő drága atlétás úriembernek hoztam egy ajándékot. Lajos, te már szatyor taligával mész hozzá. Én vagyok? Igen, te volnál az. Köszönöm szépen újra. Répát hoztam, hogy tuki, a répát hozott. Betöri az orrát, azt is feldugja. Úgy hallottam, hogy beszédhibákkal Gergő, kösz szépen a gondoltam rád is egy... Amit a baranyira a fel kapott! Nagyon szépen ez hogy kell bevenni? Napi kétszer? Ez nem rúk, Lali, ez nem rúk. Amilyen problémákkal szenvedsz napi hárt. Rektálisan kell, Lali. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, boldog karácsony. Köszönöm, boldog karácsony. A második ajándékot ennek a csodálatos, azonosítatlan nőnemű lénynek adnám itt pirosban mellettem. Visszó, egy picit figyelj be, Visszó. Mondja, Dörö. Bocsánat, egy pillanat, hogy ez... Menjünk. Igen? Figyelj csak. Ezt a geci hát, soha te tudnád szúrni. Szerintem ezt meg kell égkelni, ezt a passzopót. Mert kíváncsi vagyok, hogy mennyire tud megemelkedni még a ruhát. Az a baj, csak egy baseball után, meg egy boxer. Nagyon köszönöm. Ne kényszúr neked. Nálam nincs se. Ja, köszönöm, igen. Hogy késkeres. Gyere, öreg! Használd egészséggel, aztán remélem, hogy látod, hogy mennyit emelkedik a ruhád. Itt van, hogy forgass magadba. Köszönöm. Csak vigyázz, hogy a répa nehogy bekerüljön a bármelyik illet. Elterelem a mindenkelmet, te meg borda közömbered. Ennyi, csak addig bárom. Azért, mert szemtelen volt veled is. A harmadik ajándékot pedig igazából annak a tündéri kislánynak hoztam ott az úriember ölében. Aha, te pedopjuk, geci vagy, vagy mi? A jég kapja! Már hagyod gyógy az ajándékot. Ez sok. Igazából azt átadnám neki is. Megkérném őt, hogy mondja. Ugye csak kinek? Ne terrorizálj engem szexuálisan, tragyunk. Fejezd be ezt. Elrigyél be a passzokba. Na, te mit héhézel? Mi vagy te valami ízi masinista? Vagy mi a passzok? Boldog karácsony kívánok. Szeretet ünnepés. Jó, ne roncsuk el ezt a partot. Jó, fejezzék. Aranyban van léke? Elnézést, beszédet akar mondani. Szeretném, hogyha ide figyelnétek mindannyian. Karácsonyi partit nem. Tényleg ne, ne csináljátok már. Répa. Ú, a répa az orba. Szúrd le a gecibe. Nagyon megemelkedett ez a ruha. Passzopó hóember. Mit kell leszúrni? Te mit hóemberes gecibe? A kislány itt van folyamatosan. Nem otthon vagy, olá. Ne fogdasd a kislány, mert leszel szurkával. Lelestörv a karod. Úristen, hát sziasztok! Én mondjuk szépnek születtem, nem gazdagnak, de azért kedveskedek én is itt pár ajándékkal. Szerencsére a főnököm, mind a kettőnek. Ja, hát... Ezek fecó, kösz szépen az X-Sub giftet. Nagyon-nagyon szépen kösz. A gorilla kapta. Nagyon szépen kösz. Én elsősorban Kovács szeretném ide a doktor urat Hergeri kérni. Ákos 15. Gyere ide, kérlek szépen. Köszönjétek meg, ne legyetek udvariatlanok. Köszépen, nem tudom, hogy mennyi le vagy erre ezt a pénzügyileg, de én kedveskedek neked némi kis plusszal. Neki nem kell, most adott nekem egy csomó lóvét. De ki is. Nagyon szépen kösz, Fecó. Illetve látásodat is szeretném elősegíteni. Köszönöm szépen. Parancsolj. Ó, oh, a látása. Wow, látod, és azt is mondta, mi van még ott. És mi van még ott? Akkor is veszem gyorsan ezt a szemüveget. Várjál, nem látok szemüveg nélkül, várjál. Mert ez rossz már ez a szemüveg. Hoppa, is vettem. Ó, oh, nagyon jobb. Menő. Köszönöm szépen. Hoppá, tiszta Stevie Wonder. Így igaz. Wow. Nagyon szépen, kicsit köszönöm. Hozzá szeretnék járulni itt a pénzügyi helyzetethez. Akkor meg. Második személy, akivel... Hát túlságosan sokat nem kommunikáltam még, de Roxy, kérlek, gyere ide. Én? Igen, te. Úristen! Én kiderül, engem is szeretnek. Az öreg kinek is hát, korodra az inventory. Korodra való tekintet készültem két ajándékkal. Ne viccelek a... Parancsolj. Donald Odligo, kösz szépen az öt a másik pedig egy sétabot le. Tamás, Pablo, Mr. Való. Na jól van, köszönöm szép. Nagyon cuki vagy, boldog karácsony. FMAGM, neked is nagyon köszönjük, hogy elfogadtad ezt a nagyon szépet. Már jaj, hát szia.
Jó, ne szokták meg. Labrot tegyetek ma le, mert ízén edbedzik a lyukat neki. És a harmadik ember pedig... Hát, hogyha már nem lett volna elég, akkor kérlek, Lali, gyere ide. Én téged nagyon megsajnáltalak itt az utóbbi időben, mert... Ezek szopják a lajusnyokamat rá. Egyfolytában... bántanak téged, ezért szeretném egy kicsikét segíteni. Elsősorban ki fogok tenni neked ide egy jegyzetet, ezt kérlek hangosan olvast fel. Rövid, nem hosszú, és mellé adok neked pár dolgot. Ezeket kérlek fogadd el tőlem. De mit parancsolgatsz a filmnek, amit szerint, lehetőség szerint, amit előbb kaptál ezt az értelmezési gyógyszert, azt vedd be már most, és akkor próbáld meg, kérlek szépen normálisan felolvasni. Vegyél vissza, te! Ezzel az ajándékkal szeretnék neked kedveskedni, Lalikám, felkiáltó jel. Kérlek szépen ebből a pénzből ne adj a társaidnak, ennek oka, hogy az összes vamzers számomra felkiáltó jel. A pénz mellé kereskedtem, nem. Kedveskedtem neked kedvesettem? Önvédelmi eszközzel is vesző, ezért ha erőltetni akarják, használd ellenük nyugodtan. Gyerünk Kriszó, tedd a dolgot! Lefoglak szúrni. Szúrd le a passzopót! Szúrd le a geci be! Vedd ki a kezébe a papírt! Lázít a csöves, bomblaszt itt! Mit lázítod a piút te? Na vége is. Miért lázított fel a köszönöm fiút? Köszönöm szépen. Felkiáltó jel elnémet? Gyerünk, csináld, ne hagyd a filmunkat, nem vagyunk anyád is arra tanítva. Ilyen jöjjön vissza hátra a sarokba. Karácsonyi összejövetel is. Hú, ez felnyalt az asztal. Üreg. Mit kaptál, Lalikám? Luca, nagyon szépen köszönöm. Neked is az öt szubgiftet. Bököt is, meg pénzt. Nagyon szépen köszönöm. Hát, sokat. Sziasztok! Zoli, kösz szépen! Sziló! Béresnek ment a szoknik. Robin három ajándékot kiasztani. Az első ajándékomat én öreg neked adnám. Ne idegesítsél már! Ajándék csomag. Boldog születésnapot! Egy részét a benzinkúton szereztem. Nem, ez egy három ajándékból álló ajándékcsomag. Lehetőség szerint egymás után kellene felhasználni. Egy vodka, egy viszki és egy extázi. Ezt a hármat egyszerre beverek, szépen. Soha kedvencem. Olyan életed nem volt. Kenyérre fogom mindent bevenni, esküszöm. Köszönöm. Szív lesz. Létre fogad, de figyelj ide. Lehetőség szerint az... egymás után, de vigyázz, hogy lehetőség szerint nagyon ne szépen. A kardiológián község kivel. Köszönöm szépen. Ezt az alulértéket és nem megbecsült barátaimmal fogom megosztani, akik nem bővelkednek itt ajándékokba, mint például a Krisztó, a Joker. Így van, köszönöm! Többi meg mindegy passzopó gecsinnek. Köszönöm. Megosztjátok egymást. Sanyó, te nem kapsz semmit. Nye, Lali, te nem kapsz semmit! Lali, kurva nyom. Az ki volt a csávó? Szeretnék adni az Tokinő. Az én vagyok! Jó, van a... Álljál épp, te súnyas fel! Gergő, kösz szépen a subgiftet, neked is! Bajonett kés. Amit a Gergő kapott, nagyon-nagyon szépen köszönhetsz. Ezzel a bajonett késsel bármilyen répát vagy kóbát. Még lesz ennek a streamnek, akkor bedobok én is, és akkor meg lesz. De hát őt Barbie-nak hívják! Micsoda humorod van, Joker! Szerintem a te vislidet fogom felkarikázni. De emberke bálos, nem ilyen kis nyálos szarvara. Boldog karácsony, bár nem tudom ki vagy, de köszönöm. Egészségedre. Merry és akkor Christmas. A harmadik ajándékot pedig, Franyó, ha már ennyit sírtál, akkor neked ott... Ez az végre bajszos. Kap egy kis ez egy dildó és egy műpina, eldöntheted, hogy melyiket használod. Fogad egészsége. Köszönöm. Woozy Vipers. Meg vagyunk. Van még valaki? A sziasztok. Sziasztok. Melyikkel? Itt vagyok. Észak-Alaszkába szállítani. Ölgyet mondott, úri nőt, menj onnan! Húzz onnan, te csúnyaság! Itt vagyok! Azt nem hallottad, Lilike? Kicsit nincs már stream, már nincsen. Nem tudom, mi lesz ott. Lehet, hogy lesz festő stream. Újba, azt mondjad, újba. Bocsánat, nem hallom az ajándékozómat! Kit érdekel? Nem hallunk tőled semmit. Masszakára süket így. Phantom Beatot adok neked. Ó, köszönöm. Kéne neki, hogy fogja pofáját végre. Nem tudom, hát nem sajnos, pedig mindig pofázik.
Észak-Alaszkába szállítanak embert. És akkor mi van? Van, na pusztulj. Be kell tömni Gábor, a száját. 8 hónapot. Van egy ötletem. Csá, ezt nagyon szépen köszönöm, 10 subgiftet. Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Na rá, kegye ki a tested, Lali. Hát ki hány Lali van? Csókos, hát ki köszönöm. Valószínűleg én fogom a legértékesebb ajándékot adni, amit a mai nap kapsz. Oh, ne csinálj. Egy csókos. Mi? A mellé. Mellényed? Ez mi bunda már, nem? Öreg! Kapsz egy figyelj csak, itt egy nagyon egy oldalú a mérleg. Az kolor. Suspect, köszönöm 400-at! Szépen, elfogadom. Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Ezt meg 40 fokon lehet mosni, vagy hogy? Úgy sem mosod ki. Lali, nincs is mosógépünk, miről beszél? Jó, van azért illik megkérdezni, nem? Kész között. Azt akartam én is mondani. Amúgy illik is van. Az Laci, köszönj szépen azt, hogy gyerekezzük. Adjad már. A csoki golyó kapta. Inkább leülök a faszfüledbe. Ó, ez egy dildo? Mit hagyta? Na mindegy, elviszem majd, mert a haveromnak jó lesz. Jó lesz. Köszönöm szépen. Dávid, kösz szépen a szubat. Ez ilyen cukormentes? Imster, neked is nagyon szépen kösz. Lali, mi lenne, hogyha bepusztulnál oda amúgy? És leülhetek az a gyerekkel a ágy szélére az apja mellé, érted? Ajándékozós, geci. Szia, öreg. Sebasszok, mi a helyzet? Hát, hogy Judy volt a bár. Ezt ma tönkreteszem, ezt a műkéletet. Gyertek, Judy-ket, te mit fogsz kapni karácsonyra, tudod már? Nem tudom, babát szírtam. Babát, szírtál levelet a Jézuskának? Igen. És anyád körött a postán, vagy mi? Plusz vagy sőkedetlenül kérjük. Azt mondja, hogy odaadja a Jézuskának. Minusz következik. Hajrá, Minusz! Sziasztok! Hajrá, Minusz! Szava, Minusz! Szevasz, Minusz! Jó, dobra a cseng mindenkinek, jó ülej! Jó, nehézeleg, jé! Fejezd be már most! Jobb kész, Geni, úgy élet csak idő! Basztam neked, jó! Én? Isten, ha megint én! Minusz az olyan kedves tőle! Minusz azok utána, hogy bántak velünk! Te neki adsz ajándékot! Persze, mert sokkal passzál neki! Igen, sajnálok, hogy kapja az ajándékot! Még soha nem volt talapni igazság szerint, csak a fiú barátaiddal. Itt a feleségemben. Ez mondjuk igaz, öreg, nem? Itt vagy adag a diagrámból, vagy véletlenül összetükközbe kerülnél egy nővel, akkor Gábor, köszönöm szépen! Köszönöm! És mikor veszel? Boldog karácsonyt! Köszönöm szépen, Minusz, hogy igazán rendes öreg cigány csávó vagy. Dóri kapta a subgiftet, kösz szépen! Hagy elejjelek meg! Ne szem! Mél lókötő! Dekard, kösz szépen! Na, mél a vérdő! Jó van! Kifingocsa, kösz az öt subgiftet! Nagyon szépen kösz neked is! Attila kapta! Menjél, megveszel, baszva, ma is! István! És akkor mi van? Neked a faszkat! Mondtam, mi látod, öreg, hogy kavarnak! Hogy? De hát ez... Nem emléksz, hogy ott cuppogott a nagy bulája? Nyomogatja anyádat, Lajos. Azt elsőt lepagod az volt, hogy kapcsolom meg Mékicsai Csikó. Anyukám, nem hagyom magát. Unapulnunk összépen a hát, nem persze. Megvan a 4000! Mert más ajándékot választottam meg. Nagyon szépen kösz, kösz szépen, srácok. Átadok egy papírlapot, valami fontos információt a autóf. Ez nekem jött fiam. Köszönöm. Jaj, elfújt a szél. Add meg oda neki. Elfújt a szél. Ezen a papíron a telefonszámot a rótó, a hét minden bakján a gyereltő. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, nagyon aranyosabb vagytok. Már 3999, szóval ki lesz szobat. Ez egy igazi úr ember, ez a spolyka. Megint 4000? Nézzetek már, hogy elpirult a fészek. Laci, kösz szépen, az úgy éppen Gábor. Srácok, a zsír, gyere ma a répe, ott a tűz mellett. Beízott a katlan, beízott a csak katlan. Csak berohadt a hónalja, azt érzed. Mit hagytok féltékenyét? Féltékeny rád a gyász. Meg elére te, lélfasz. Ne üljök a napira, összeszakad. Te nekem beszélsz, Minusz? Hector, az nekem szólás. Fiatal ember vagyok, nyomja vasádba. Lajos, húzd meg a lábadat, nem ott baszok. Jaj, bocsánat. Pusztusz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Na gyere ide. Na mi van, fiam? Mit tudom, átadok egy borítékot. Aha. Remélem, hogy a résztelepnek a izéje van benne. Adásvételi jeme. Aha. Hát én úgy gondoltam, hogy ha ekkor az idő volt, ő is csak a pénznek fog szerülni, és feladlém bucsi azon a szép lapon. Fanyú képedem, mosoly lenne.
A boldog karácsony neked is. Köszönöm szépen, Minusz. Először is nagyon jó meglátásaid vannak. Ráknak se kell az ajándék, amikor van pénz, nem? Így van. A legjobb ajándék a 20 000-es, de annál is jobb a több 20 000-es. Köszönöm szépen, Minusz. Nagyon szívesen. Szép, nem vagy rendesen, de legalább cigány vagy. Köszönöm. Szívesen. 100 dolláros sem egy legnagyobb cím. De őt úgy jó, számolja, hogy egy pakba 20 belefér. Jó, te itt ne jobb kezem kegyél. Ki vagy megmagyaráz? A finomozott a szívetújában mindenkinek narancsot. Ott van fenn az asztalon. Bele van szarva a narancs közéddig. Most tényleg bele van. Ez meg azt tetett még velünk. Ki adott nekem a játékot, gyerekek? Én jövök akkor, jegyezni. Ha nem jön senki. Mi van le, Fuzsi? Van én utána, hogy jövök. Gyereket nem rakodna, vagy azzal? Mi között van hozzá? Jó ülött a kisjány, akkor jó ül. De lehet, akkor, hogy a gyereket adja. Vagy egy nem tudom, mi volt a gyerek parázsat. Máshol is jól ülhetne a kisjány. Gyereket adja az öregnek ajándékba. Az lesz, a gyerek lesz az ajándék. Tudjátok, mi van? Kis ajándék, kis szeretet, csak mondom. Tehát, hogy képbe legyünk. De raklak egy pillanatra, hogy a Lilike. Jó. Jó? Oké, okay. Az első ajándékom az nem más lesz, mint egy ajándék, értitek? Az a kurva. Az egy becsomagolt. Ledöbbentem, geci. Ragasztott. Pogjatok le. Figyelj csak, szeretném az első ajándékot odaadni itt a mellettem helyet foglaló kalapos gyásznak, annak a kopasz köcsök buzinak, a Dallasnak, jó? Gyere ide, Dallas. Dallas. Jó, szobnak ilyen fasz. Kettőtük már nem köszön 8 hónapot, de ez szépen kösz. Ha kinyitod a pofádat, ugyanilyen ömlik ki belőle, úgyhogy boldog karácsony kívánok. Ezt gondoltam, hogy neked nem azt nem szoroz. Ez csodás, de nem gondoltam volna. Miklós köszön 356 dollárt egyébként, nem tudom, láttam, de köszönöm. Azt a zsákhagymát, azt fogad szeretettel, jó? Aztán pedig, mivel, hát hogy is mondjam, én a négy lánynak is szeretnék kedveskedni, mert én ilyen jófej gyerek vagyok. Uh-huh. Úgyhogy megkérem a négy nőt, illetve hát a ötödik félig nőt, hogy jöjjön ide ki, és ide lerakok mindenkinek, ezt én magam kevertem, egy orgazmus koktélt jelképezve, nem, egy orgazmus koktélt jelképezve, hogy mind ilyen savanyú, baszatlan kurvák vagytok, átvárgetek valami jót. Tényleg azok. Úgyhogy légy szíves, ez itt a tiétek. De rendben. Egy Magic Mike-jegyig. Lilike, te sem maradsz ki a szórásból, gondolom. A Hotman Dance jegyen jobban jártak volna. Igen, tegyétek le, légy szíves a Lilikét. Kurva ruhát. Jó, és akkor utána mondom, hogy a fő ajándékomat kinek adom. Boldog karácsony, te nektek is. Az öregnek fog. Várja, Lilike. Ahogynak legjobb barátja. Jó? Na, Lilike, az öregnek nézd csak, ez a tiét, az oktidok, amit leraktam, jó? Ha csak mi nem basszunk, a másodikat még nem tudod, hogy micsoda, de majd idővel úgyis. Máté, baszik, nagyon szépen kösz. Nyajóka! Kösz szépen, nagyon nagyon szépen kösz a 20 szubgiftet! Nagyon nagy király vagy, köszönöm! Nem az, úgyhogy nyugodtan tedd, de jó? Stacy kapta, casual, Zsűri Barcel, Mérike, Tigros... Nem Luffy! De Anna Adalat is ilyen Luffy van! Az nem Luffy, Lilike, azt egy pár évet várja vele, mert ez még érlelődik ilyenkor, jó? De haladjunk tovább, jó Lilike, majd utána megbeszéljük, légy szíves, már nem azért mondom, csak na. Szóval náluk volt egy húzás, és én megmondom, hogy a... Boldog karácsonyt! Hát én kit húztam. Nagyon szépen az öreget közdúra, húztam, úgyhogy... Jézusom, engem hisz, hogy húztad? Assza kurva eget! Úgyhogy öreg, szeretném átadni az ajándékodat, én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy neked mi állna jól. És mire gondoltál? És szeretném ezeket átadni. Az az én tanácsom, hogy ha ez megvan, akkor... Minden fasza lesz, sorrendbe kell őket használni, jó? Uh-huh. Úgyhogy lelazulhatsz egy kicsit, elvegyülhetsz a tömegbe, ha szar a kedved, akkor ezt az üvegitalt megiszod, és minden fasza. Assza kurva. Boldog karácsonyt! Nagyon szépen köszönöm, Joker. Ebbe a sorrendbe kell? Hát igen, vedd be, ráiszod, azt eljátszod az magadnak. Egyébként el tudsz vele játszani, hogyha tényleg a kezedbe veszed, mint ha olvastád a lapot, érted? Úristen. Fasza, köszönöm szépen, Joker, nagyon köszönöm. Ja, és nem öreg, hát azt gondoltad, hogy barátodként azért... Kell egyet szarlom, hát. Azért én így szarva hagylak, tényleg. Gábor, kösz a 200-et. Még ez is a tiéd, boldog karit! Úristen! A megspórolt pénzem! Egy az egész? Hát, nem köszönöm ennyi. Köszönöm szépen, Joker. Ez egy kiló kegyérre elég lesz, köszönöm.
Hát jó, de sok kicsi sokra megy szokták mondani. Ez igaz. Ebben van igazság. Köszönöm szépen. Boldog Kari Töri Möri! Neked is, Joker. Na most eljövök! Jó, jó, sziasztok! Dagadék, gyere ide! Majd elmondom, hogy mire használd azt, jó? Csak Dagadék. Apádnak. Gyere! Popába szólok, Lajos. Ne. Miért ne? Miért ajándékokat szoktál? Hogy van ez? Ezt azért adom neked. Egy hibás kukungot. Remélem tudod, hogy ő... A kamera. 40% az enyém. Ne legyen még egy ilyen fagyos gyerek, mint a Lajos. Tudod, nehéz idők vannak. Azt néha bekapod neki, jó az, nem? Ezeket használjad, jó mindenképpen, ez jó, látszik. Köszönöm szépen. Gábor, kösz a 200-at. Köszönöm szépen, mit kaptál? Offset kaptam. Tomasz, kösz szépen. Nem kell, mert... Tíz szubliken belőle szépen kös lesz. Igen. Amúgy, ne, ezt hisz egyetben, ne legyen olyan hülye, mint a Lajos. Csodák még vannak. Na, hülye vissza a helyedre, Dagadék. Azért jó fog jönni az öreg véletlenül, ezért lefekszel, mert az öreg átít minden pajzsot, csak mondom. Nem annak vezet az öreg. Micsoda? Fog vele lefekülni direkt. Hát itt a Lali a hangját. Éne? Szia, Trogyó, igen. Gyere csak, nézd. Az első és legfontosabb. Mi a legfontosabb? Hát, hogyha majd sokat fogjuk nyomni, elfáradnak az ízületeid. Nagyon szépen kösz a subgifteket, srácok. Köszönöm. Várjál. Hát baszok, ennyit még nem vártam soha. Most odaadtam el a kezedbe, jó? Aha, megvan, köszönöm. Aha. Nagyon jó fog jönni majd ez a boltarend, mert hó végén kenyérre kenem majd, mi a baja. Köszönöm. Illetve ez egy kicsit miért önös... Miért öreg? Fáj a hátad? Ez egy önös érdek. Hiszen azt szeretném, hogy ezzel a gyűrűt az én ujjamra húz rá. A fekete rák húzza az ujjadra a gyűrűt, fiam. Az húzza a fekete rák. A torszülött kurva eget. Te nem szégyenbe hozod, hogy te egy homoerotikás párkapcsolatot akarsz rám erőszakolni? Ne ragudj meg. Felkínálom neked... És a legfőbb ajándék egy ölelés. Na jó, köszönjük szépen. Ragyó, figyelj, csak nagyon boldog karácsonyt kívánok neked. Én is hoztam egy ajándékot neked, megmondom őszintén, ott ül, trikóba. Hol? Lajos az, ki tudod használni őt, mert homoerotikás ő is. Én? Na, de ne itt, ne... Nagyon szépen kösz, hey. Martin az 5 subgiftet, Andi a subot. Nagyon-nagyon szépen kösz, jó. Batalaci kösz szépen, engedj. Neked is. Tragyó. Nagyon szépen kösz. Köszi szépen. Nagyon köszönöm, nem most. Használni fogom. Lali. Hamarabb szabadulsz. Most én következek. Töröm mindenkinek, aki egybe gyűltek. Én elsősorban szeretnék a világ legszebb nőjének ajándékot adni. Úristen, köszönöm, Rajos. És ez az anyukám. Ja, de cuki. Hát figyelj csak azért. És sok há, mindent merek állítani. Sok mindent merek állítani, de azért messzire egy megy. Rózsacsokrot, amiben van egy műanyag is, és addig foglak szeretni, amíg el nem hervad az összes. És vettem neked egy bepantent, mert a múltkor, mikor ültél a WC-n, visítottál, hogy csípajukat. Igen. És akkor ezt köszönöm, akartam is felni. Nagyon cuki vagy kicsi. Bepanten, kipanten. Nagyon szívesen, és jó legyél majd. Te is. Köszönöm, boldog Kari. Vigyázz be magadra. Úristen, a második személy is nagyon közel áll a szívemhez, és nekik köszönöm. Csoki, kösz szépen. Mindent. A másodikon. Öreg. Öreg. Köszönöm. Ne arra, hogy megkönnyeztem. Azt hittem, hogy én vagyok, aztán a szopó. Hagyd már puszolsz. Öreg. Rajos. Neked szeretném adni. Elsősorban nagyon sokat spóroltam neked. Helyen aranyos a Lali egyet. Ez az összes vagyonom. Jó, de Lali, te kipusztál akkor engem ezek szerint. Várjuk ki a végét, mert a kíváncsiság tudod milyen Joker. Olyan, mint a Tripper. És köszönöm és szépen. És mivel még nem volt sok időm ajándékot venni, így a Pepco-ba egy csomag poharat vettem neked. Köszönöm szépen, ez elég szar ajándék. És azért neked adom, öreg, mert téged húztalak, képzeld el. Jó, ne szopass meg, jó? Azt a igen. Én is őt húztam. Jézusom. Hát
Micsoda véletlen. De én is téged. Ez hogy történhetett meg? Figyeljetek ide, egy valami statisztikai gebasz van. Szerintem. Akkor ilyenkor vissza kéne venni az ajándékot, öreg, és akkor újra osztani? Nem, de hogy is. Figyelj csak, ez már így marad. Ez megint én vagyok, Lani. Szíjúj, Lani, megint... Ja, nem? Mert ő is azért betyárkodik rendesen. Kinek adom? Christopher. Köszönöm. Aha. Gyereki Krisztó. Megyek, ha? Vettem neked. Köszönöm. Bugos volt a húzórendszer, ha? Az nem lehet, hogy engem húzott a Lajos és Zsóka, szerintem azudik. Szerintem nem akartad. De hogy lehet akkor, öreg? Ételhordót, mert tudom, hogy azért sokat eszel, meg a... Hazudik. Vettem egy sampont, meg a hajápolási szereket, jó? Hogy az, köszönöm az szépen. Baj, használjad sokat. Dajerbe be akarok adást fektetni a dajerbe. Meséljek neked, mesélj. Is vettem neked. Igen. Köszönöm szépen. Hát majd köszönöm, ezután Lajos. Fogok. Jó? Boldog jó. Karácsony mindenkinek. Boldog karácsony, is, Lajos. Lajos. Boldog karácsony. Boldog karácsony. Rubik össze kettőt, mert nagyon szépen kösz. Szégyeljétek magatokat egyébként. Itt van egy kis gyerek, és neki sem biztos. Ez a sampondik. Komoly? Komoly ez a sampon, hát. Mennyire komoly ez a sampon? Head and shoulder. Én azt mondja, a Lilikének adni akarok egy ajándékot. Kinek? A Lilikének. Gyere, add a kapádnak, jó? Gyere ide, Lili, piam. Tedd a pőző, gyere csak ide. Most egy nagyon nagy ajándékkal készültem itt neked. Lilike, figyelj csak, kapsz tőlem. Sziasztok. Tudod, mit kapol? Szia, Leo. Szia. Szia. Mit csinál? Pisztolyt. Mindenkinek. Pisztolyt. Egy gyűrűt is. Az első ajándékomat. Gameboynak nagyon fog szörülni, de azt nem adom oda. Az öregnek hoztam. Figyelj csak, pénz, kell pénz? Elvigyelek miért moziba. Neked hoztak ajándékot? Ja, bocsánat, kell pénz? Elvigyelek moziba? Meg kijelök. Jó, mindjárt. Bocsánat, elnézést csak itt. Pontos izé volt. Jó napot, uram. Szia. A passzomat nyomjam bele abba a nagy függöny ruhádba, tranyó, bazd meg. Ezt a két ajándékot hoztam neked. Neked öltöztem. Nagyon szépen köszönöm. És nagyon, igen, köszönöm szépen. Hú, de jó cigaretták. Azt a kurva. Köszönöm szépen. Boldog karácsony, Töri. Köszönöm szépen. Nagyon rendes pérpi vagy. Köszönöm. Másodikat Zero-nak hoztam. Lilike, vedd már az ajándékodat. Most kaptál. Menj már a rédmau. Doki, kösz szépen. De nem tőlem, tudom. Zoli, kösz az ezeres. Szépen beszélj. Nagyon aranyos vagy. De mit csinálsz, Lilike? Mit nagy kétségség? Abba egy kaptam. Tedd már el, add ide. Hippi genyó. Doboz cigit, de jó. Végre nem kell csikkeznem. Köszönöm szépen. Mondok karácsonyt. Köszönöm, nagyon kedves vagy. Hallod, jobbkéz? A harmadikat pedig ott a szarvasból már fiúnak szeretném. Jobbkéz. Igen. Getfish jobb kéz. Mit magyarázol, öreg? Mondja. Figyelj csak, én... Na. Megmondom őszintén, hogy neked... Megkapom a mountain bike-ot. Készítettem egy ajándékot. Hát, azt nem sajnos. Erre bár a viharos a kapcsolatunk, de mégiscsak a szeretet ünnepe van. Igen. Van. És ezzel szeretnék neked kedveskedni. Mi is ez? Ezen tiéd, te büdös köcsög. Jó, én neked akartam adni, de utána nem neked adom. Kiért neki. Kiköptem a fogamat is. Köszönöm szépen. Ádám, kösz a 8 hónapot. Boldog karácsony. Nagyon szép lesz, kösz is nektek is. Nagyon boldog. Én is adom most már. Most én jövök, Dick. Na, szevasztok, szevasztok. Köszönjetek már rák meg ezt. Hello. Szia, Krisztus. Szia, szevasztok, Krisztus. Szevasztok. Egy olyan embernek. Hoztam ajándékot, még sok ki a mindent köszönhetek. Ki a nagymamája az öregnek? Miről beszélsz? Öreg, te lennél az. Úristen! Az öreg. Egy komoly gépet kapsz most tőlem. Úristen, egy számítózást? Vagy milyen gép? Nem, nem. Hanyírom. Magyar át is adom neked. Vagy... Úristen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Krisztó. Ez, ha úgy van, figyelj, akkor itt az asszonyoknál tudod használni. Ő, de nagymamája. Saját magadnak szabhatod, érted, testre, minden. Az a domborítógép. Köszönöm szépen. Nagyon szépen nincs köszönöm. Most úgyis izélni akarok. Hoztam még egy ajándékot, azt pedig a barátomnak hoztam, Lajosnak. Örülök, hogy itt van közöttünk újra. Köszönöm, Krisztó. Múltkor este egy kicsit felriadtam 4-5-6-szor. Úgyhogy hoztam neked, nincs csak Lajosom.
egy komoly föttögés gátlót, mert nem tudtam aludni. Boldog perítettem, kösz szépen, Robi! Az 56-os háború lett volna, nagyon-nagyon szépen kösz. Ezzel tessék meg bekenni a kis tuberózsát ott hátul. Föttögés gátló? Há! Nagyon szépen kösz. Hát gyerek, záros gyerek, megfogod, rányomod a tetejét, szorítod a kezeddel, és ugye elcsavarod. Jó. Az ujjadra rákened, bedűsz, és bekened vele. Egy jó. Kicsit csípni fog, de jó. Jó, köszönöm lesz. Szépen, Krisztó, tényleg. Nincs mit. Köszönöm. Ki a faszom az öreg a nagymamája? Ja, neked is. Ja, nagymamája, azért most esik. Boldog karácsony mindenkinek. Az nem teszed, az öregre meglepi a sátor. Az öreg nem megy rá, az öreg nem tűzik. Micsodára? Kire? Nem magadból indulják. Pityersz, kösz szépen az öt szubgiftet. Szóval. Szia. Az első ajándék, hogy Marcel megszállnám. Jövök, tudtam, hogy én vagyok, majd jövök, jövök. És Platyika kapta szubgiftet, nagyon szépen kösz, Pityesz. No. Én azt hallottam, hogy te szereted a zenét. Hogyne, hát én maga vagyok a zene, egy ha felülted kis... a szótán. Kedves ajándék lenne számodra. Nagyon szépen. Hát, és mit tudom? De jó, és kegyek ezzel a szar. Akkor van ezzel az ajándék. Nagyon jó, ez a kis összejövetel. Nagyon faszal, köszönöm. Ennyi? Igen, leves ünnepeket. Mindig jó látni együtt a tímet amúgy. Nagyon régóta játszunk együtt. Ja, jó, köszönöm. No, második ajándék, fondál a szélenne, gyere kérlek. Nem tudom, neki szarokat. Hát nem mutogassad neked szarokat, ma a pofont kapsz amúgy, hogy a mentő viszel innen érte. Hohoho. Gyere csak ide, Lidikához. No. Mivel mindegyel szeretik az itókát, ennek szerintem elérni fogsz és törhetsz is. Gyomrom, hogy legyen. Hát, ha elmondtam, hogy fog fordulni magában. Nem egy részaj, bassz. Vajos. Egy részaj, az. Igen. Meséljél, mert mi a helyzet? Boldog karácsony. Hát én most boldog vagyok, mert kaptam azért sok ajándékot. És akkor mit, mivel tudnál nekem kedveskedni? Az utolsó ajándékom, Barbie. Hát tudod, hogy... Te vagy a nagyanyám, az meg. Nagymamám vagy. Hát milyen ajándék? Tudom, kis csillagom. A szalaliként már oké, lerendeztünk, de mint nagymama... Ez leginkább egy menő verdához. Ja. Érted. Hát akkor várjál, a zsebembe nyúlok. Egy nagymama nagyon nagy ajándékot ad, bazd meg. Hát is nyújtanám, boldog karácsony. Nagyon szépen köszönöm. Amúgy volt öreg, hogy visszaadta a gyűrűt. Nem tudom. Nem szerintem... Tessék, csillagom. Köszönöm. Az csak ilyen pillanatnyi sértődés volt, tudod. Játssz a picsáját, hormonok ilyenek, tudod. De te vettem külön vissza. Hát mert kellett, csillagom. Kellett a pénz. De attól még az nagymamám marad. Nem múlnak el a kötelékek egyik napra a másikra. Igaz a Lajos? Persze, hogy ne. Sziasztok! Boldog ünnepeket mindenkinek, Zero vagyok. Hány ikonikus karakter te már nincs benne a sztoriban? Először szeretnék hát ajándékot adni, az Barbie. Ez igaz. Ha, már megint, hölgyek! Már megint én! De mely, hogy figyelj már, Barbie! És ezt az ajándékot azért adom neked. Hát igen, a motorosok nem magadnak téged. Köszönöm szépen, hogy meg tudtam szokni a falsak és kórja. Ilyen sok ajándék. Nem tudod, hogy a nagyi az adaptőbb unokájának is ajándék. Ez egy szobor rólam. De az öreg a fő unokám. Hát ez nem olyan nagy. Kaptam egy pénisz nyalókát, ami 2-3 centi. Srácok, nektek ott van a szöggi? Köszönöm, hogy megszokom. Nekem nem lesz ilyen. Igazán nincs, hogy megszokom. Köszönöm szépen. De majd írok a Jézuska. A második, nem abban kell adnod, ami van ilyenkor az összehajban. Milyen magnum? Krisztó, te belép. Krisztó, bocsánat, csak félre nyertem. Én is szoktam magnumnak hívni, mert úgy néz ki, mint a Tesco-s Tomszelek. Nézzetek rá! Azt hittem úgy, hogy én szeretem a sportszeletet, remélem azt hoztál rá. Nem, annyira nem ismerlek még, de hogy jobban menjél. Szia, Kalányos Krisztófer vagyok. Szia. Az a klasszmászta nő, te. Hagyj menjen az öregese volt. Tessék. Nem, valamiért nekem nincs ott a gif. Köszönöm szépen, nagyon szépen. Másik öngészőben. Biztos, hogy látom. Remélem nagyanyádnál használhatom. Van szemem. Kellemes karácsony. Viszont. És az utolsó pedig... Az mit jelent? Pedig Lali lenne. Fél rip. Ez? Köszönöm, hogy mire gondolsz? Lali, neked egy ruhát hoztam igazából. És estét? Menjünk össze a 2000-et. Mit, te is adod neki azt a csicskabőr mellényt, vagy mi?
De ugyanúgy. Márk, nagyon szépek, ez a 9500 rogyos vagy. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ahogy ne, persze, hogy fel is veszem. Nem értem, miért írtam el, hogy ripa volt? Mondta, hogy Lukas hátul. Telul nem tudok szubgiftet küldni. Köszönöm szépen. Nekem már gépős engedi. Most nem tudom mégsem felvenni. A zene miatt? Majd máskor felveszem. Köszönöm neked is. Ez valószínű, igen. Ijövet! Lilike nagy kedvenc karakterem. Szia Lili! Szia Lili! Szia Lili! Szia! Innetet hoztam ajándítót! Jaj, de aranyos vagy te! A jó Isten megáldod! Hát milyen ajándék? Nekem te vagy az ajándék, piam! Azt kell mondani, ilyenkor szülőnek nem adja, hogy nem kellett volna. Igen. Azt mondta Anna, hogy elviszi a jövelyemet, és el is vitte, és azt mondta Anna, hogy te mindig mindent idői pénzkoldulsz, és találtam Annának az ágya alatt ezt a táskát, és nézd csak, mi van benne! Úristen! Sok-sok pénzecske! Elhoztam neked, apámika, legjobban se jel! De aranyos vagy! Hát ezt én felejtettem anyád ágya alatt, úgyhogy jó is, hogy elhoztad. Köszönöm szépen! Nagyon kedves vagy, köszönöm! Nagyon aranyos vagy, Lilike, köszönöm szépen. Mondják mindig a gyerek a legelszintén. Egy igazi tündérke vagy, piam. Szóljál, hogyha bármi tréma, mert mindenkit megbaszok. Érted? Jó, ott te bármi van, csörögjé, piam. Köszönöm szépen, nagyon aranyos vagy. Ide ajándított. Itt van a néni szapnája alatt. Ott te, ez a piros, ez az. Tudod, nem megyek be, te fiú. Még Gandalf segítségével se. Ez magnetet hoztam, apa. Hát akkor kinek? Ez a Gyógyi papinat hoztam. Jó, de aranyos vagy. Joker, szóltál, Lilike? Megyek már, nyugi, csak itt elbambultam, tényleg? Nyomogatta ki fel a pattanását. Mit mondtál az előbb, Joker, nem hallottam. Mit magyarázzál, hogy mit nem kellett volna, vagy mi? Azt kell mondod, vagy mi van? Gyógyi papi, ez... Hát, hogy azok ez kell... Figyelj már, Dalmas, kicsit most az okon vettem, hogy én nem kaptam tőletek kolort. A Joker popán baszol. Laci, kösz szépen a subgiftet. Igen, elég sokszor halljuk, Réni. Az biztos. Hajlok a játszói papi. Köszönöm szépen. Jaj, a fejemre raktam, nézd csak! Én vagyok, Tadi Maci, tudok beszélni. Jaj, jó van, na. Megyek, Maci szépen. Csucsukányi, Tomaskáikhoz is. Attila, nagyon szépen köszeked is. Köszönöm a 10 rongyot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Attila. Szia, Lilike. És minden jöttet meg kösz, srácok. Szia, Lilike. Attila! Boldog karácsony. De fölrakom a fejem tetejére. Lilike nagyon jó karakter. Azt most mit tűzi, kösz szépen, Attilus. Hogy én kaptam, te meg nem. Jó, Amuka. Úgy pont a tagad biztos, szólál meg. Ja, én jövök. Nagyon-nagyon szépen kösz, srácok. Boldog karit mindenkinek. Az meg lemegett a főd. Szia! Hát itt a kisfiamnak hoztam ajcsit. Remélem pénzt. De úgy látom, nem figyel a kisfiam, mert mindjárt tarkón baszom, azt akkor fog. Ott ligatja megint a csomjáját, biztos. Kurvázgatjadik a nadrászolét. Köszönöm, anyukám. Na, ez azért hoztam ezeket a dolgokat neked, hogy tényleg... Ne legyél meleg, kisfiam! Hát de milyen hideg legyen? Erigye be, hagyd legyen meleg! Ezeket használd is, ne a péniszt! Jó? Remélem, heteroszexualitást adsz neki. De jó! Egy guminő! Hát durva, mikor azt kérsz Jézus kártól, mi? Heteroszexualitást. Köszönöm szépen, anyukám! Boldog karácsony! Gondolsz, boldog karácsony neked is! Boldog karácsony! Azt takarítani is kell, csak szólok előre, Lajos! A másik ajcsim fókusznak jár. Az ki? Az milyen? Az ki? Mi az a kókusz, hát? Milyen kókusz, golyó? Zokni? Zokni fej! A fókuszál, azért mondta rá, hát most nem. Igen, most nehéz ez a kis lyukon elég kidézni. Elég kidézni ez a kis lyukon. Végre a főnök is kapom, hogy féljetek az, hogy a főnök a nem adhatok a szettethez, hogy ne látszódjon már a szemed sem. Témet szótár kell neki, piam. Már látom, hogy kicsit kancsulsz. Holnap árvájpam, vagy sláfem, főnök. Meg adok hozzá még, hogy legyen egy kis szín az életedben.
vagy a székletedben. Amúgy leszokta ezt is, amúgy Lajos esküsze. Hogy? Hát ez mindenkit bazdmi. Látod, ez az anyádban is előbb. Mekkora menő szemcsot kapott a főnök. Az igen. Boldog karácsony. Köszöni szépen. Azt mondja, Danke schön, fordítok. Zextoy, akkor a Zextoy. Herzogti. Na, először is. Aranyosak akarok lenni, mivel szeretett ünnepe van. Remélem nem szólsz bele szőkeség. Neked a mániád mindenbe beleszólni. Na, tehát meg akarom köszönni egyébként ezt az évet. Amit néha úgy rád berek. Azt hittem inkább, hogy... Tudod magad már a látok. Na. Vidd a majom a családban. Nézd meg, nem engedi meg, hogy még a szeretet ünnepén is normális és aranyos legyek. Nem bele kell szólnia. Hát bújjál a karácsonyi parályra. Hallgassatok el, lehet nekem hozott ajándékot. Na. Ez a kedvenc számom, ha? Jaj, Joker, jól vagy? Nem volt, én majd el vagyok. Na, jól van. Na, tehát meg akarok köszönni mindent. Az egész évet, ja, jóba, rosszba, bármi volt. 5000 lesz. Nagyon ér... Nyomogatja. Nem tudom, ki kapott bököt, de kölcsön adhatná. Mindegy. Úgyhogy én nem kivételezek, és mindenki, aki számomra fontos. Joker. És a úgy érzem, hogy a fontossági sorrendben tartozik, mindenkinek ajándékot hoztam. Úgyhogy először Hector, légy szíves, gyere ide. Figyelj csak. Ja. Köszönöm szépen az ajándékot, de gazdáltod róla, hogy így szolgatod a magyarokat? Na, először is át szeretnék neked egy ilyet adni. Ez azért, ezt légy szíves, iski és nézd meg. Köszöntöm az ajándékot. Ez minden olyan ér, amit egész évben tettél velem. Ebben nem volt semmi, bazd meg. Nem volt semmi, hát? Semmi. Ezt érdem, hogy tőle, te kurva. A szándék nem a fontos. Erigyem a passzomba. Pont ezt tetted vele egész évre. Na. Igen? A más viszont... kapsz egy ilyet, amit szeretnék, hogy majd a többiekkel együtt fogjatok. Mindenki kapni fog, akit sor fogok szólítani. Te baszni akarsz velem, te kurva, mi? Nem igaz, nem igaz. Elég! Köszönöm szépen. Ezt én játszottam fel még régen, emlékszem. Köszönöm szépen. Lali, te vagy a következő, kérlek, gyere ide. Velem, légy! Mi van? Elnézést, hogy lennátok a passzomba innen? Jobb kéz. Ha? Öreg. Az a szeretet ünnepén azért már... Köszönöm. Szeretet ünnepén lehetné egy kicsit a kevésbé szemtelen. Igen. Jó helyzet, Joker. Ugye, öreg, amit akarok mondani, hogy a Dallas passzolt nekem, meg elmesélte, hogy összevesztik nagyon jobb kizzen, és feldobotta őt, mert hogy elege van belőle, a jobb kiz meg az emberé meg fognak itt jelenni, már itt várnak kint ránk, ki akarnak pakolni minket, el akarják venni az ajándékainkat, de azt mondta nekem a Dallas, azt mondta Dallas, hogy ne féljünk, mert jön majdnak motorosok, és kimenek itt innen, jó? Úgyhogy ennyi, mert hogy elege van belőle, és hogy jelenne fognak. Szerintem nem. Szerintem, de... Akkor most ki jobb, aki pakolna véletlenül. Joker, én készítem most neked hazudít. Is egy ajándék, valamit szeretnék átadni neked. Jó? Igen, de jó. Tessék. Ó, köszönöm szépen. Boldog karácsony. Majd maradj itt közelemből, és akkor menekülünk velük, jó? Szevasszok, eló, sziasszok. Már annyit járkáltam, hogy fájnak a dagadt csülkeim. Ahogy jól tett, dagadt. Szóval kellett kizetni az ajándékén, mi? Átadtam neki, remélem, hogy nem fogsz hazudni, mert leverem úgy azt a nagy büdös sokkal. Szia, Dallas. Itt egy helikoptert, a fasz. Milyen helikoptert, hülye gyerek? Mondtam, hogy jönnek a... Mondtam, hogy jönne a bandád állni. Nem, nem, még nem fejeztem be, Joker. De fejezd már be, bazd meg, hát a faszom hány ajándék. Mi van már? Jövő, fasz meg. Figyelj csak, Lomli, te úgy nézel ki, mint a nyirábrányi Grinch, verjem a szádba, mert ott állt egy fél órája. Igen? Nem csak hát. Úgy néz ki, mert az... Szabszent gilisztás kákul. Teli van ajándékszal. Fejezd már be. Van pénz, gyújjon fel. Nagyon szívesen. Ez miért nem elég? Köszi, elég, köszi. Na jó, van, Maugli, te mi a passzomat csinálsz? Oda húgyozol a pamögi a kurva anyádat. Te normális vagy, bazd meg? Te lehúgyozod a fát? Te normális vagy a karácsony? Lehúgyozz a fát!
Takarodjon kifelé. Erítjük fel a passzomba. Takarodjon kifelé, takarodjon kifelé. Szúrd meg, kecsibe, gyerünk is. Szúrd meg, szúrd meg. Menj a kurva anyját, leugyozta a pát. Állj meg, te passzopó. Állj meg, passzopó. Istenem. Több a banános dobozba sok ajándék. Szívesen csókolok mindenkit. Ja, gyere már, mi van, mit ég a lyukat? Viszket a luk, vagy mi? Most olyan, mert kap a hangú, vagy esget. Na, köszönöm szépen mindenkinek. Jó, majd gyászoló telet, ami elég volt belőled, bár sokat szerepeltél. Oda baszok egyet. Minusz szájon váglak, ha még egyszer. Na, így köszönöm mindenkinek ezt a gyönyörű évet, amit ismét itt együtt tölthettünk. Ez már 10 000 lesz. Fofán leszel, bassz a főbúrusz kanapében. Gyere Lajos egy pillanatra ide hozzám, légy szíves, az Ezsien neked szeretném. Miért vagy barnában? Hát ugye az a helyzet, hogy ugye nincs az Ezsi, meg ő is én nyomogatom. Amúgy is. Micsoda? David, kösz szépen! Én már nem látom a többiek. Jó, már figyelj csak, hogy erre moziba vagy. Hogy valami kis heteroszexualitás szorult. Mit kaptál, mondja a többiek, mert szépen nyomtuk. Egy műpinát kaptam. Így van. Ezt félreteszem. De minek teszed félre? Megérje, mint egy paradicsom befő? Na, menj újra szépen oda a picsádra vissza a kanapére. Jó. A következő az Rózi mama. Rózi mama itt vagy. Gyere, döcögjél ide. Lali, én már sem bírom idegileg ezt az egészet. Kell segíteni, hogy állatzást, ezt a kedvességet, baszd meg. Na, de az szeretett ünnepe van. Oda mész a minuszul, és lebaszol neki egyet, most hazod meg. Akkor rohagy meg, Lali, szeretett ünnepe, jó? Most hazod meg, kurva nagy pokot, vágjál le neki. Ezt szeretném tudod adni. Ide jövök, beleköpök a tenyerembe, a rohadjál. Basszád egészséggel. Állj le, Lajos! Állj le! Most használt leszem. Állj le, mi ébered a minusz? Többieknek, hogy mit kaptál. Jó, hát te mondtad. Ja, tényleg. Így van. Az rád fér. Igen, és hát az utolsó helyre hagytam a számomra a legkedvesebb szemét itt a szobában. Megyek! Itt vagyok! Nem kell, Joker, ne fáradj, öreg te se, főnök! Ja, szóhagyjál meg! Főnök! Ajjaj! Mi van, lesz itt is én? Lingam, meg Jóni masszázs neki, vagy mi a fasz? Ez valami más masszázs, de sem Jóni. Ez basszáj. Persze. Ti adtak egymásnak egy kis izét, prostata masszázs testénként. Na, vedd elő szépen, amit kaptál tőlem. Dik, vágjál már pő két kenyeret fel, te Darin. Hát, tedd a gyere már Abdul! Egy csíposat egy haveromnak, meg nekem egy simát, jó? Pedig az igazi. Maradjál már, öreg, még neked is szeretnék egy ajándékot adni. Igen. Hogy a tüdőd rohadjon ki. Gyere ide, légy szíves hozzám egy pillanatra. Nem is lenyom is el, nem otthon. Ja igen, Rózi, bocs, hogy felgyújtottam a házat, ne haragudj, ez véletlen volt. Nem baj. Igen. Öreg. Hogy nézem csak. Mit kértél tőlem idén mindig? Cigit. Cigit. Ne bazd már meg, van, panacsony, egy doboz cigit adok. Egy egész doboz? Szedve. Az kell vagyok kényeztetve. Köszönöm hát szépen. Hát igen, én is így köszönöm gondolom. Szépen, már gyújtok is rá. Kellemes ünnepeket mindenkinek. Megjelök. Rohadjukja beled. Ajjaj, na szóval én tényleg szeretném megköszönni mindenkinek az elmúlt egy évet. Köszönöm szépen a rengeteg szívesen emléket, élményt, bosszankodást és mindent, amit tőletek kaptam. Mondjuk én nem akarszám szerni akarsz. Nem Asszom. Szeretnék, viszont látom, az első ajándék. Látom, hogy így levetszik a picsád. Be van indulva. Pont neked hoztam, öreg, úgyhogy gyere, köszönöm. Légy szíves. Köszönöm, tudtam én. Igen. Hát ilyen nem hiszem, hogy mostanában kaptál, szóval ezt itt előhúzom a... Hát a te pirádat kapja, abban igazad van. Hát akkor sírva eszem meg. Assza kurva, köszönöm szépen. Ezt ki lehet próbálni? Hadd nézzem. Köszönöm szépen. Real, és adok neked még valamit. Az egy AVP! Az igen, az igen, az igen, öreg! Ne mozogjál, ne mozogjál! Szigit kinövöm a számból, így próbáljuk már. Parancsolj, boldog karácsony. Köszönöm szépen, hogy ők kedves. Tedd le, öreg, tedd le. A más... Hadd nézzem már. Nem fogadjék, ha még a kakas meg nincs is, Szilveszter, öreg, vigyázz rá! A másik személy, akinek ajándékot hoztam, az... hát, Zokni. Az igen. Mekkora fangard led ez, Zokni. Igen, igen, hogy ne. Remélem, hogy használt fogod venni, amikor a öreg, srácaidra a távolból kell. Ne gyere el, mint Jimmy öreg! Figyelned, nagyon gondosak vagy. Kukuriku!
kukurikú! Igen, anélkül is lelövünk a kukurikút. Illetve, ha időt szeretnél tölteni, míg a srácai dolgoznak helyetted, addig legyen mivel eltöltened, és hogyha esetleg előjön az a probléma, hogy lőnöd kellene, akkor hát legyen mivel. Nem. Tessék, parancsolj. Boldog karácsony. Én tudom a számát, megadjuk. Itt már így van gondoszok vagytok, nem lehet ilyet csinálni, gyerekek. Öreg, gyere. Tessék. Nézd már meg, hogy működik a gameboy, amit vettem neked, olyan izgatott vagyok, majd kipróbálom. Márja, most mindjárt megnézem. Csak ezt ki kéne próbálnom, márja már. Ez zokni, mehet? Mit akarod? Hallasz, Zalasz? Baszd meg! Úristen! Én már nem használja az ajándékot. Már mindegy. Figyelj csak, valami baleset történt, Joker. Te normális vagy, baszd meg? Nem én voltam! Megfegyvereztem. De véletlen volt, te hülye gyerek, hát... Véletlen volt a fasz töreg. Hát, várj egy picit. Mérzést állítsd be a főnöködni. Na, nézem a izi Gameboy, de velünk. Nem kell! Joker! Várjatok, most... Igen! Most szaladj! Meg, de nem ér engem lábazolt. Most szaladj! Öreg, gyere, most szaladj! Várjatok, már baszd, a Gameboyozok! Kapjátok el az a kurvanyátokat! Te merre baszd be az arcsidat! Te mi a faszomat csináltok, passz? Szaladjunk innen a rákba, baszd! Fejezd be ebbe! Hát én megbaszom az anyátokat is. Ebből mi van itt? Öreg, lőjed őket! Melyiket kell? Gyere, az összes! Fekszik! Jó, de állj már le! Öreg, feküdjél le! Bocsánat, elnézést! Figyelj csak, te német geci! Fogd be a popád! Figyelj, ne lövöldözzél, mert nem otthon vagy, jó? Tehát azt mondani akartam már. Zárjál fel! Hol a Joker? Hol a Joker? Jó, menj, 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 menj! Sziasztok! Ej, baby, merbe baszd meg! Menj, 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 mi a fasz van itt? Mert sose vezette ilyet. Mondtam, hogy intézem, mondtam, hogy intézem a jobb kezet, csak induljatok el. Én megmondtam neked, hogy öreg nem hazudik. Azt a picsa. Figyeljetek pár ide. Kurvanyád, szívós dög volt, baszd meg, háromszor is belelőttem, mire megdög lett. Valami zenét rakjatok, Dick. Hát amúgy tényleg, mert most itt benne vagyok ebbe a karácsonyi szellemekbe. De valami karácsony, ugye? Last Christmas... Énekelj, Joker, neked jó hangod van. Last Christmas, I gave you my heart. Azaz. Gibidubay, gibidubay. I gave it a day. Azaz. I gave it to you, something special. Last Christmas, én ezt nem bírom tovább. Az öreg döntött, ezt nem lehet egyébként felülbírálni, ez az ő döntése volt. Jézusom... Amúgy valakit bedarált a heli, miért? Jézusom... Hódarása, vagy igen? Ez kakurva... Jó vagy, öreg? Azonnal hívjatok mentő, boldog karit mindenki, de nem fog kérdíteni, hogy egy illegális helyen vagyunk. Kap, föl, próbáld meg fölkapni, aztán vigyük, csak lopunk itt egy autó. Srácok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Még fogunk menni egy gémmel, mert valami nagyon érdekel, és tudom, hogy rajtad valami térdepel. De nem tudjuk, hogy mi az. Berepült a darásra. Mondjuk igen, nagyon-nagyon szépen kösz az RP csapatnak, hogy itt voltak ebben az évben. Meg nektek is, akik RP-t néztek, vagy azt kedvelitek leginkább. Boldog karácsonyt kívánunk minden RP szereplő nevében, nektek is, meg mindenkinek. És most pedig szex fog következni.